Bújj már el, bújj el, Zoli, bújj el, Zoli! Bújj el! Ezt elbasztunk. Mindegy. És megáll a kamera előtt, bazzeg, érted? Hatásszünet kellett volna. Hello everybody! Yeah. Egészségetekre! Na, egészség! Pusz, 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 pusz! Egészség, pusz, pusz, egészség! Kalasz, tüzes víz! Nézi, hogy a többiek. Na, megint iszunk. Na, akkor az a helyzet, itt vagyunk a YouTube-on, szavaztok mindenki. Kérdés, mondjátok, hogy jó a kép, jó a hang. A hangra nagyon kíváncsiak vagyunk, mert egy új feature-t használunk. Igen, az új mikrofonokat használjuk, úgyhogy próbáljuk úgy csinálni. Lacin van egy mikrofon. Ja, úgyhogy neked nem kéne kiabálna. És akkor itt Zoli meg én kaptunk még egyet. Csá, Zoli. Királyság. Csáó, sziasztok. Ja, én közben csinálom a tüzet. Igen, nincs tűz. Csak ti miattatok fagyoskodtunk idáig, mert mondtam Kolosnak, hogy a tűz az adásba kell, hogy menjen, mert... Igen, szét vagyok. Mondjátok, hogy jó a hang, meg jó a kép. A bitráta az nagyon le van most húzva, lehet, hogy picit majd följebb megyünk, és akkor megnézzük, hogy minden jó, oké. Kicsit akkor följebb fogom húzni a bitrátát, gyerekek, jó? És híres utolsó mondatok! Megnézzük, hogy mennyit bír az internetünk, jó? Internet. Azt mondja, hogy 4000 lesz. Híres utolsó mondatok, itt megszűnik a stream. Okay. Kolos, tekerjük egy picit a bitrátán. Jó, és akkor most kicsit nagyobb bitrátával futunk, és mondjátok. De Kolos, miért akkor kell tekergetni a bitrátát, amikor már működik a stream? Nem előtte kellett volna összehozni? Most bitrátán volt. De értem, de elindítjuk a streamet, és most a sorsra van. Hát majd, ha szar lesz, akkor a sorsra van bízva, hogy ki-e crash-el a gecibe. Na, megjöttünk. Csá, Zoli. Azt mondja, Zoli, milyen farönkön előbb bújt a szék mögött. Milyen farönk? Vagy mintha farönk mögül bújtam volna elő, mint valami medve. Ja, Frankón. Ja, Frankón! Na jó, van, már olvasni. Frankón elbújt a szék mögött. Ennyi. Az volt a koncepció, mondtam a srácoknak, hogy bújjunk el, és akkor sétáljunk be egy kis hatásszünettel. Korán nyomtam meg a gombot. Ennyi. Se baj. Na, szóval lényeg, hogy itt vagyunk, kijöttünk. Lehetnénk majd... Dani, hol van? Igen, köszi, majd a képet beállítjuk, hogy normálisan álljon, csak most lényeg, hogy menjen minden jó. Útközben, szerintem. Dani lehet, hogy jönni fog, lehet, hogy nem, de... Mindenképpen ír azt mondta, hogy jelesz, hogy ha... Az ágyból. Jó lenne. Nem jövök, vár, fekszem. Jó lenne, hogyha jönné Dani. Ha nézed a streamet, mert még van sor, amit meg kell majd inni, meg van kaja. Szépre száll a füst, ilyen, hagyja. Van egy nagy csomó gaj, Laci, miért nem az a gyújtodnai? Hogy mondod ki? Van egy nagy csomó gaj. Miért nem az a gyújtodnai? Hát mert szerinted ez mi? Hát de vékonyabban, de könnyebb meggyújtani. Az túl egyszerű. Jó, oké. Okay. Na, igen, úgyhogy kijöttünk kicsit, lazulunk egy kicsit, mert már úgyis mondtátok, hogy legyen ilyen két stream, meg Zoli is szabad holnap, és akkor mondta, hogy akkor ő is szívesen eljön, és akkor éltünk a lehetőséggel. Úgyhogy majd egy ilyen kis kinti beszélgetős dolog lesz. Igen. Erre fog fújni a szél, az nagyon jó. Északi az áramlás. Úgyhogy lehet majd témákat feldobni. Megnézhetjük volna az uralkodó szélirányt, mondjuk, mert a setupot összerakjuk. Mert éppességgel ültünk. Arra annak látszódnia kell. Igaz, hogy full sötét van. Ennyi erővel egy erdő is lehetne mögöttünk, szóval de se baj. Nem baj, megszűnik a... Egy biztos... Neked nem kell hangosan beszélni. Tudom. Jó. Nem kell feladni, srácok, aki ma üstökös szeretne látni, akkor Zoli, állj be a képbe, kérlek. Köszönöm szépen, hát igen, most is tökös, mert látunk itt egy fotós arcot, és itt volt egyébként is. Megzavartuk. De rossz fele fotózott, bazdmeg, hát az üstököst azt mi hoztuk. Ja, az úgy belementünk izé a ledes reflektorról a fényképébe szegénynek, úgyhogy... Hát, nem kell mindig jól járni. Az a fényképelet nem sikerült, bocsi. Elfogyott a zavaszsír, azt kérdezi Unikum. Bazd! De hogy fogyott? Nem hoztál. Azzal szokott Lassi tüzet gyújtani. Nem fogyott el, drága testvérem, otthon van még másfél kiló avaszsírom, direkt ilyen dolgokra, de mivel én a traktorba ültem egész nap, nem volt időm sajnos ezen gondolkozni, de a leveses szettemet elhoztam. Kint vagytok az udvarában, vagy Ladány határában? Kint vagyunk a határban? Hát ha ilyen udvarom lenne, akkor ez itt a kert. Már nem lenne. Igen. Laci tűzmester, hétkötője 9 perc és felszívódik a füst. Igen. Hol vannak a green screen bocik? Ezek most alszolnak. Igen, live boci van mindén. Feketére nem tudsz betenni green screen-t? De szerintem be tudok, csak ugye mivel nem egységes fekete, hanem próbáld ki. Átmenetes fekete. Akkor próbáld ki. Nem ha be tudod tenni, akkor próbáld ki. Nem tudom, hogy kell pontosan, most nem akarok utána nézni, YouTube tutoriálokat nézni. Múltkor 3 perc alatt sikerült. Hát jó, de az green screen volt. Ez meg black screen. De nem emlékszem, hogy kell. Itt be black screen. Csókolom Zoli néni, itt van Alföldi Dani. Csá, Dani. Itt áll a Zoli néni, itt van. Én meg eltüzelem, bazd meg a legyezőt. Eltüzeltem a legyezőt. Laci, bazd meg, mondom, hogy az a gajat gyújtsd meg. Nem magyarázzál. Sz
szét fogunk fagyni itt ember, meg ránk jön a füst. Mondtam Lacinak, hogy gyűjtsük meg a tüzet, mielőtt elkezdődik a stream, aztán olyan mondta... leszek, mint a szalonnal füstölőben. Vizes a fád, baszki, hát! Na, meggyújtjam neked? Nem, menj, menj innen! Menj innen! Hol a telefonom? Nem, nem gyújthatsz tüzet. Menj innen! Hozok neked fel. Nem. Azt mondta Kolos, hogy ez túl száraz. Túl száraz? Hát nedvesítsd be. Nézd, látszik. Én is onnan hoztam. De nézd meg, ezzel könnyebb lesz begyújtani. Az fika. Nem hiszel nekem. Na, de kérdezzetek Zolit. Ember csinál tűz. A kartonpapírt égeted. Ember csinál tűz. Nem mindjárt... tudom, hogy örülök. Nem tudom, hogy örülök, hogy itt van ez Zoli, vagy féljek. Álom menő. Őt nem ismerem. Szia! Twitch-en nem szokott lenni. Nem baj, örülni kell, és féljünk a legrosszabbtól. Azt mondjátok meg, hogy most nagyon kiabálok, vagy jó-e így a hangerőm? Igen, mondjátok meg, hogy Laci nagyon kiabál-e, vagy vegyünk vissza a volumjából. A volum. Az a baj, hogy megszokásból kiabálok, mert nekem ez nagyon új feature, hogy most itt van rajtam a mikrofon. Na, Kolos, ég a tűzösöd be a te fáddal. Kérdezik, hogy miért nem Strapatellóról megy a stream. Arról megy, drága testvérem, az Ulefonról. Kolos ilyenkor olyan szépen tudja mondani, hogy Laci, ugye itt van a telcséd? Ugye itt van a telcséd? Tudtam volna előfizetni ugye, a szorlásnak mobilnetre egy napra. Tudod, meg tudod osztani, Laci, a telcséd, tudod, ne tett? Tegnap meg, hogy az a szort, mondta neki, hogy elővágom a 4K-s videókat, ha jó van, bár, jó van, bár. Megkérdezzük a nézőket, akik Twitch-en, vagyis hát igazából bárkit, aki szokott minket nézni, hogy mondtam-e valaha streamben, hogy Lacinak szor a telefonja? Hát igen, hogy vegyek már normális telefont, körülbelül mindig. Amikor... Jó, de hát az csak azért szopatlak, mert te meg az iPhone-nal szopat. Na, az egy szar. A szar. Jó. Na, itt van a tűz. Azt érted el, hogy mindenhova vagy a füst. Há. Húgetsz. Inkább lehet, hogy neki állok kajálni. Egyé. Én már úgyis ettem, úgyhogy te vagy a porondom. Jó, én meg addig tartom a streamet. Annyira, én meg főzöm a levesemet. Annyira életidegen vagyok a piros cipőmben itt, hogy ez valami félelmetes. Életidegen. És látszódik a piros cipő? Mind az állat. Olyan rikító a zöldben, hogy az csak... Na. Van még itt Kolos? Zoli eljött városból, eljött itt Budapestről. Ennyi. Falura. A tehénszaros puszt. Ja. Kolos, van még itt egy pár... pár... Ez mi ez? Tégla? Nincs. Ahonnan hoztuk a hűtőt, ott útközben láttam egy tűzrakó helyet. Tényleg? Aha. Akkor el kell mennem. Meddig van a hang? Mi a ható távolsága? Mennyi? Abba belefér. Na. Ez mi? De mekkora? De ez mekkora feature, hogy elmegyek és lehet beszélni a srácokkal. Ti nem halljátok, én meg tudom mondani, hogy mekkora egy faszok basszát. Ugye? Na tessék, akkor egy csicská. Milyen jó is ez. Basz meg. Kibetszél ezt minket a hátul mögött. Ez nagyon jó. Srácok. Na, egyébként mi a YouTube-on vagyunk. Hát de nem tudok közben velük suttogni, amikor ti beszéltek. Hát de suttogj velük. Na most hogy suttogj? De autentikus a tűz. Na mindegy, beszélgessetek, akkor majd jó lesz. Mit mondtak a hangomra, nem kiabálok? Nem, mit nem írtak semmit, úgyhogy szerintem jó. És milyen a hangminőség? Dolgat. Bekapcsoltam nagyon menő Garmin órámon a izét. Bitráta? Elfúzzuk a bitrátát? A lámpát, és annak a segítségével most botoldozom az erdőbe. Ja? Megakad? Telefonját Laci nem vitte el? Nem, ez olyan durva. Anyád, ez a füst. Komolyan mondom. Na ezért ültem el onnan. Pontosan ezért. Mint egy füstölt szalonna. Na. Ezért volt meglepetés a stream. Igen. Megy az utolsó vonat Zolinak Pestre. Dehogy megy az utolsó vonat? Nem, nem. Zoli néni itt alszik Labányban. Itt alszik a faluban. Így van, nem siet vissza a nagy Budapestre ma. Nem. Ma már nem térek vissza, eleve úgy készültem, hogy van, itt alszom Koloséknál, úgyhogy nem siet vissza most sehova. Lehet, holnap ünnepnap van. Én mondtam neked, hogy rohadt szar helyen van. Mert pont északi szél fúj, és pont telibe kapja a középsőt. Engem még most úgy kikerül. Hát azon vagyok, hogy az egészet át kell rakni ide. Igen. Igen, mert pont északi a szél, ja. Telibe északi. Vagy megvárjuk, még leég. És addig nézik az emberek a tüzet. Ezért itták gyorsan a pálest. Nem. A pálest az Laci merénylete volt, szóval... Nem. Amúgy ettem, úgyhogy semmi bajom nem lett. Nagyon finom pálinka volt amúgy. Teljesen jó. Na, szóval mivel
Szóval amivel, hogy ugye most YouTube-on vagyunk, ezért megkérdezzük azokat, akik nem szoktak minket Twitch-en nézni, esetleg vagytok-e új nézők, tegyétek fel a kezeteket, mert ugye volt egy pár új feliratkozónk is, úgyhogy most vagytok itt először YouTube-on, live-on, vagy akár bármilyen live-on, akkor dobjatok ide egy hüvelykújat. És aztán utána még elkezdünk beszélgetni, mert Zolit akartam kérdezni, hogy milyen volt az útja. Engem hallottak a srácok? Laci kérdezi, hogy reagáljatok rá, hogy hallottátok-e a távolból. Lehet, hogy megszakadt. Néztem videókat és rohadt messziről. Hát én értem, de írtam nekik, hogy írják be, ahogy a chatben megállt a stream, és nem írta be senki. De beírták amúgy. Tényleg? Ott előbb írták, hogy megakadt a stream. Ne, geci! De köcsök! Miért? Ja, igen, de nem, most jó. Teljes leállás, írt a Zsuzsi, de azóta már írt, hogy... Hogy csak Laci kívánságára. Azóta megy az adás, mindjárt elnézek én is. Én írtam be szopattyú, vagy én mondtam neki szopattyúból. Akkor jó, akkor viszont megy. Szia, mondjad. Ember, streamelsz? Nincs adás. Most nem megy semmi? Én is úgy látom. Jó, akkor tényleg látom. Alakulunk, engedlek, Kolos! Jó van, köszi. Szia. Kicsi technika. Na? Már lőrök. Na? Már megint nincs stream? Nincs. Rajta nyávam. Laci, a telefonod nem volt csinálni. Én mondtam, hogy újraindítom. Add ide. Mizu, teljes leállás. Én megmondtam, hogy írjátok be a chatre, megállt a stream. De tényleg beírták. Azt mondja, hogy... Amúgy a felvétel megy, majd azt feltöltjük a YouTube-ra. Pipipipipipi. Húha. Hm? Igen. Semmi. Újraindítás alatt vagyok, úgyhogy sok minden nem mehet. Leállt az egész. Miért újraindítom? Éppen most. Oké, mehet. Jó, eddig is ment. 10 percet bírt. Hát az nem sok. Már magad! Hotspot mehet. Az nem sok. 10 perc az nem sok. Hocipotti. Na! Ezt csatlakozzál már rá, drága testvérem. Nem vagy rajta. Hát, magától rácsatlakozik. Aha. Ez egy meg. Kussa meg. Meg sem ment rá. Foglalkozz a tűzzel, Laci, bazom, nem lesz tűz. Nem lesz tűz, ez már herét lángolja. Hát, az mert lefüstöl még ez a szar. Nem csatlakozik. A nettel van valami baj. Ember, én osztom a hotspotot. Azt írja, hogy nem tud csatlakozni. Rá. Hát, akkor menj rá a kóddal. Ember, én osztom. Én osztom. Nulla, okay. Nulla eszköz csatlakozva. Akkor menjél rá, vagy indíts a te újra, hát figyelj, én osztom. Menjél rá a telefonoddal. Nézzük. Egy eszköz csatlakoztatva van. Szerintem te is az én telefonomon vagy, fasz. Nem, ki van kapcsolva? Egy eszköz csatlakoztatva van. Ki van kapcsolva a wifi-m? Egy eszköz csatlakoztatva van. Hát, mondom, ki van kapcsolva a wifi-m? Hát ez nagyon jó. Nekem így az egy eszköz. Most a tiédem van. Okay. Na. Csinálj majd net minőséget. Ezt nézzük meg, hogy újraindul a stream. Nézz egy net minőséget, hogy mennyit tud. Hát ez elég ergya. A speech test sem tölt be. Te lakomos vagy? Uh-huh. 5000 forint, mi van? Mi? Ja, hát ez a részlete a gépemnek. Az thank you. Hát annyi, havonta. Nem jön be. Na jó, akkor próbáljuk ki Kolos hotspotját. Hello. Hát ez nem a sikeres stream. Na, tessék, az enyémről megy. Vegyél netet.
Van 7 giga netem még, azzal elsztreamelünk egy darabig szerintem. Nekem is korlátlan netem van. Ezt most mondod? Megosszam? Mennyire vagy feltöltve? 41, de föl tudjuk tenni töltőre. Viszont akkor na. Jó, megy amíg megy, aztán utána megosztom én. Jó. Nézzük, hogy... Újra csatlakozik-e magától az OBS. Vagy nem. Jó. Nem megy a stream, oké, látjuk. Na, mi van? Azt hittem, a tiéddel sem megy. Nem, tesó, miértem. Mondj valami újat. Na, nézzük. A tű csak a hőérzetünknek kell? Igen. Jó. Na, akkor. Sepüljük a Mac ökoszisztémáról, és akkor hát, hogy működik. Elvileg megyünk live-ban. Éjjó, éjjó, éjjó. Hello, hello, hello. Megyünk, nem megyünk? Mindjárt nézem. Nem szeret minket, hello, hello, nem szeret minket az itteni mobil internet, úgy látszik egyáltalán. Vennünk kell egy Starlinket. Nem az összeset. Nem olyan drága, megéri amúgy. Megyünk. Yes, na oké, okay, akkor. Megyünk. Úgy látszik, az Ulefon volt a hibás. Hagyjál már a szar Macintosh nem tud csatlakozni a szuper csúcs minőségi Ulefonomhoz. Arra nem lehet mondani. Figyelj, connect baj volt, nem internet baj, mivel nekem van netem. Mindig erről ment a stream. Az én telefonomról osztjuk a netet. Kolos, mindig erről ment a stream. Igen, csak azóta megöregedett meg a telefon. Hát az iPhone, kérdezi Unikum. Nem az iPhone-ról mentünk, most megyünk az iPhone-ról. És 3 perc múlva az is meg fog halni. Hát van rajta 7 giganet, milyen bitráta ez 2000? 7 giganettel mennyit megyünk el? 10 perc. Mondom, hogy megosztom az enyémet. Nem, tudok venni korlátlant, egy 900 forintért. Ó, megéri. 900 forint a korlátlanet egy hónapra? Nem egy napra. Azt hiszem, hogy 2 napra, vagy valami ilyesmi. Nem adtam fel és hát mondjuk igazad van, 900 forintért megéri gecizni. Hát, akkor haza menjünk, vagy mit szeretnél? Hát nem, passz meg, hát azokat oda kezdeni. Hát nem akartam 900 forintot elkölteni. Békés megyében élünk, srácok. 900 forint, ez rohadt. Üdvözlünk a valóság. Érted? Milliós gépek az asztalon. Gyönt azt mondta, hülye vagy. Bazd meg. Az majdnem fél kiló sajt. Sok pénz. A faszt. 10 deka sajt. Tiltva vagyok hónapok óta. Hát mert olyat mondtál, testvérem. Patrik Marci. Hát lehet, hogy valami moderátorunk kiszedett. Nem kellett volna úgy beszélni, nem volna tudod? Beszólni. Én emlékszek rá, én szedtelek ki, nem tudom ki. Fogalmam sincs. Azért, mert nem olvassuk be, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy offó. Szia. Kiabálok nagyon? Egyből jön a füst. Igen, megy. Szar a neted. Megy a net, hát itt beszélünk az emberekkel. Ausztriában nem olyan az internet. Nem a barátnőről beszélnek. Ja. Ausztriában? Ki az? Ki volt az? Édesanyja. Ja. Én még itt beleugatok. Na, jól van, oké. Most már megyünk. Jó, helyes. Most már akkor elvileg megyünk. Meglátjuk, hogy meddig bírja, lehet ez is egy 10 perces stream lesz, mint az előző. Csak nem. Én mondtam a srácoknak, hogy ilyekből megfogyott a net, hát beírták. Kicsi a tűz, Laci. Előket valami gyújtani. Fázok. Meg a közelebb. De mi az, hogy fázol, ember? De mi az, hogy fázol? Ennél professzionálisabb időjárás nem is lehetne. Hát nem, de hogy én átülök a másik oldalra, az a hódziher. Mert olyan füstös leszek, mint mondom, a szalonna a füstölőbe. Várjál. Így? Ha beülsz ide, akkor még éppen látszott. Ennyi. Yeah. Valamit kérdezni akarok. Garmin tulajdonosok vannak itt jelen? Látom, Garmin. Átül a túloldalra. Srácok, de még mindig kiabálok. Nem lehetne legbenni a hangot? Mert úgy is kiabálni fogok. Egyet külön lejjebb lehet venni? Lehet, de azt még nem próbáltam. Jó, srácok, Garmin tulajdonosok, hogyha vannak a csetén, akkor írjatok. Írjatok Garmin tulajdonosok. Mi az a Garmin? Vanish Oxy Action. Ja, igen, ja. Vanish. Hát igen, ugye ja, emlékszünk az óra, igen. Hát igen, ki lettél bannolva, mert itt kicsit túlságosan bepörögtél annó, és azért lettél ki bannolva. Vanish Oxy Action? Várjál, már valamiért ki lett. Vanish. De várjál, hogy mit csinált? Túl pörgött. De mit pörgött túl? Nem tudom, nem emlékszem, de... Valami volt. Jobban kellett volna... 5,
De amúgy fel lehet... Szépen vinzinek a csírt, vagy mit? Amúgy fel lehet oldani, hogyha megígérő jól viselkedik. Hát szerintem az ilyen hónap, Laci, pár. Gyere egy kicsit bejjebb, Laci. A pár hónap az egy a Venice Oxy Action tavaly tavasszal genyózott amúgy. Pár hónap? Hogyha én jól emlékszem, emlékszel, az egyik live-ban, emlékszel? YouTube live-ban voltunk, ahol kint autóteszteltünk, szerintem akkor lett letiltva. Lehet. Az tavaly tavasszal volt. Szemmel tartalak. Ah, igen, Zsuzsi tudja, Zsuzsi tudja. Tudom, de fel tudtátok oldani? Hát lehet, hogy feloldódott magától. Feloldódott? Ja, most írt. Igen, azt mondod. Igen. Ja, nem! Milyen vagyok, másik felhasználónével van. Ah. És mi a felhasználó neve? Patrik Marci. Oké, okay, tízd le. Ban. Abban a pillanatban. Jó. Na, mesélj valamit. Zoli, mi volt az úton? Hogy bírtad a MÁV-ot? Nagyon jó. Volt a kémény? Hagyjál már a MÁV-val! Román Intercity-vel jöttem, hallod? De az Intercity kocsi Roma... Igen, mert kiértem a Nyugatiba, egy órával az indulás előtt végeztem a munkahelyemen, és elindultam. Mondom, nem veszek országbérletem van, mondom, nem veszek IC-jegyet, mondom, fölülök a gyorsvonati része, és akkor majd azzal kényelmesen keresek egy fülkét, és akkor majd jövök. És kiértem a Keletibe, tömve volt a vonat, tehát tömve a gyors vonati rész, egy szabad fülkét, nem tudom, mondom, még volt 10 perc indulásig, nem mondom, nem szórakozom, hanem veszek gyorsan egy helyjegyet az IC-re, és nem bántam meg, nem, magyar IC-kocsik nem is voltak, csak román IC-kocsik. Az gyalázatosan szarom. Nem volt olyan vészes, kényelmes volt az ülés, nem volt, és ami tök jó volt, hogy nem volt tele az IC rész. Nem volt tele. Ne olvasd meg a mikrofonomat. Drága volt. De ez adja az emblimentet. Azt, okay. Így ahogy mondod. Igen. Szóval egész kényelmes utam volt. Egy negyed órás késést összeszedtünk azért. Írjátok meg, hogy milyen a tűz emblimen. A tűzzel suttogó. Majd megégeti a tűz a picsádat. Köszönjük szépen, Éva, a kérdését. Jó vagyunk, köszönjük szépen. Jó, hogy itt vagyunk egy kicsit. A YouTube-on már régen voltunk, és vannak olyan arcok, akik nem szoktak lenni a Twitch-en. Úgyhogy ez most kicsit más. Yes. Igen, meg most örülök, hogy én is itt kint vagyok, mert itt még nem voltam meg veletek. Zoli még nem volt itt. Igen. Mindjárt arról is kérdezek, de még el akartam mesélni az én sztorimat, mert én is jöttem haza vonattal. Aha, ja igen, te meg tegnap ugye. Tegnap jöttem haza vonattal, igen. És van ez az okosjegy dolog, ami... Az ilyen varázslat szerintem egyébként. Én nem tudom, hogy az hogy működik. Kezdődik. De azt hol veszed az okosjegyet? Abban, mert azt nem... Abban. De nem dobja fel nekem az okosjegyet. Nem. Van, hogy feldobja. Tehát... Van, hogy nem dobja fel. Van, hogy ott csak mit tudom én, a vonatindulása előtt egy nappal lehet megvenni, utána aha, már nem. Aha. Van, hogy meg lehet venni mindig, és most például úgy jöttem, hogy okos jeggyel jöttem, és majdnem ugyannyiba került így az IC, aha, mint hogyha simán gyors vonattal jöttem volna. Ja, igen. 300 amúgy ismerem, meg tudom, hogy az app ezt feldobja, csak úgy tűnik, ja, én mindig túl későn veszem a jegyet, amikor már nem ajánlja fel. Garmin tulajdonosok nem írtak? Garmin tulajdonosok leszarják. Akkor nincs. Szóval, hogy az IC-vel jöttem, én is a román IC-vel jöttem. Ki nem tudja, ugye ez úgy van, hogy ugye ez a vonat, vagy ez a vonal, amin járunk, ugye, ez ugye vagy Békéscsabáról megy Budapestre, vagy Bukarestről, vagy Aradból. Ez most Bukarestbe ment. Jön, és akkor ugye felrakják a román IC-kocsikat. Mm-hmm. Hát én ezzel nem fizetnék plusz pénzt amúgy. Voltál a WC-ben? Jaj, le akartam fényképezni, de baszki, nem fényképeztem le. A lényeg, hogy egy ilyen, ahogy bementem a WC-be, az ötlött egyből a szemembe, hogy egy rózsaszín, de tényleg Barbie rózsaszín budipapír volt kitéve. Na mondom, még itt szídja mindenki. Kamerába vagytok? Igen. Igen. Zoli is? Igen. Akkor jó. Te nem vagy. Az nem vagy. Hogy az hogy rózsaszín budipapír. Anyám, mondom, szígyük itt a románokat, azt náluk már rózsaszín WC-papír van. Hát mondom, ez igen, mondom. És akkor a lényeg, ami meg elcsodálkoztam, hogy ilyen régi... Szerintem, Laci, ne odarag, mert csak belecsattog a... Vonalas megírják, telefon. De ez a lényeg, ez a tűzemblimen. Vonalas telefon csatlakozó volt a WC-ben. Ez a mint a betárcsázós internetnél, aha, annó, amit be kell dugni, és akkor na olyan csatlakozó volt a WC-ben. Hát és ki volt téve egy ilyen régi kinyithatós telefonnak a képe. Van konnektor ugye, de nem dugnám be a telefonom abba a konnektorba. És ott van egy matrica, hogy lehet tölteni, és a matricán egy olyan telefon van, aminek még van antennája. Igen. Nagyon durva. És
mindjárt válaszolunk a kérdésekre, és megnézzük a kommenteket. És akkor így olyan volt, hogy ilyen egybe van a, gyakorlatilag az egész vagon, de vannak ilyen üveg, ilyen fél igen, ilyen, fél, ilyen negyed, tehát három részen van osztva tulajdonképpen a kocsi. Bele van ugye fogadva egy ilyen fém tucba, azt látjuk fölül. Hát ez valószínűleg neki ment valaki, nem tudom, de lötyögött, és egy ilyen papír közül volt így betámaszva. Hogy... Na ilyen, ennél kulturáltabb volt az én kocsim, amivel és jöttem. És felszálltam, és ahogy felültem szembe az ülésem, volt valami fehér recsi volt. De úgy, hogy... Hát valaki könnyített magán. De úgy, hogy bekapcsoltam a gépet, elkezdtem dolgozni, és 10 perc múlva lehajtottam, és már nem volt ott. Bejúoltam. Akkor az még friss volt? Az egy év átom. Az még friss volt. Szóval nem tudom, mi volt az, de... Az M10-i hallatszódik a háttérbe? Hát mi halljuk, hogy ők hallják. 100 méter, tud, én oda sétálok. Vigyük az a mikrofont. Hallgass egy kis MTZ ambientet. Szerintem hallatszódik. Oda sétálok. Jó. Kapcsolj már, légy a kocsimban bent a világítást. Hogy? Van egy kis gomb fönt. Na, igen. Jó, az a mikrofon, tök jó, hogy lehet vele mászkálni. Itt vagyunk. Nézzük a kérdést, vagy a kommenteket. Hogy kell valósnak kikapcsolni a lámpáját? Itt van egy kis gomb. Aha. Itt elég sok gomb van. Örülök, jól látni titeket élőben. Köszönöm, Olasz. Nagyon jó. Köszönöm, hogy itt vagy. Igen. Mikor válik felnőtté? Minél tehetségesebb egy család? Ez nem tudom. Ezt én sem tudom, hogy mire jött az, hogy mikor válik felnőtté. Ez a kérdés. Miért tehetségesebb egy család, vagy tehetősebb, annál igényesebben mozgatják gyermeküket az életben? Kolos! Igen. Viszonylag elég sok kis gomb van. Fönt ember a plafon, ja. Ahol világít a lámpa, ott van mellette egy gomb. Azt nyom meg. Azt mondd, baszd. Mindegy, hagyjad, nem fog lemerülni. Én nem értem ezt a kommentet, hogy ez mire vonatkozik. Ja, az ajtóra van tanítva, bocsánat, neked csukd az ajtót. Ja, oké, köszönjük szépen. Igen, Kolos, most vettem netet. Most vett netet, vagy mindjárt meglepődünk. Kolos még nem vett netet, de azt mondtam, az a 7 giga az egy darabig elég lesz. Egy darabig elég lesz. Én azon mentem tovább Bécsbe múltkor, egy tömb fehér szappan, ami úgy nézett ki, mint a karórépa. Igen. Volt szappan, egy ilyen szétmállott valami le volt. Na, ezt a részét már nem figyeltem. Le volt oda csapva egyébként. Közben bocs, hogyha Laci nem tudom, mit csinál a másik mikrofonnal. Csókolom, Zoli néni. Szevasz, Dani! Amperkodik valamit. Szevasz, Dani! Ja, itt van Alföldi Dani is, akit ugye láthattatok a panyolai videóban. Remélem, megyünk jövőre is. Nagyon tetszett. Azt mondta, hogy lesz. Ó, hát akkor. Elvileg lesz, úgyhogy remélem, meg leszünk. Én is berendezkedem hívva. 7 napra, nem csak egy napra érkezem. Remélem, hogy meg leszünk hívva, jó lenne. Mehetünk a kis színpadra? Jó lenne. Jó lenne amúgy. Jó lenne, ja. Így is ja. Jó volt, meg minden is családias volt, de menő lenne a kis színpadon fölépni. Igen. Ja. Hát állat volt. Kicsit hiányzik azért a nyár ilyenkor. Ó, én élem. Én nekem nem hiányzik. Ja, mert elég volt a 40 fokból. Ja, az igaz, ez a nyár, sem. Ez nekem egy pusztulat volt. Én nagyon szeretem a meleget 30 fokig, de utána már elég volt. Én élem ezt, és annak még jobban örülök, hogy egyre ősziesebb az idő, egyre hűvösebb, és én ezt nagyon tudom. Ezt még én is, de majd bejön az a lucskos, szaros hideg. Csak legyen hó karácsonykor. De nem lesz, Zoli. De várjál, még. Várjál, mert most a hosszú távú előrejelzések szerint is hidegebb telünk és csapadékosabb telünk lesz, mert elkezdődött a La Niña. Az mi? Kislány. Mi? Tudod, van az El Niño, meg van a La Niña. Az El Niño az, amikor a csendes óceán keleti része sokkal jobban felmelegszik, és ezáltal az egész bolygóra hatással van, tehát szárazabb és melegebbé válik az éghajlat. Nyilván, ahogy távolodunk ettől, úgy a hatása is gyengül, de viszont most véget ért az El Niño, a kisfiú, és most kezdődik a La Niña, ilyenkor jóval hidegebbé válik, a hidegebb víz érkezik az egyenlítő felé a csendes óceán keleti részére, ez viszont globálisan hűti a bolygónkat, és jóval több csapadék, és jóval hidegebb idő várható. És akkor ez ilyen hosszú távú előrejelzésekben látszódik az, hogy például a november eleje az átlagnál jóval hidegebb lesz, és csapadékosabb. Úgyhogy aki hegyvidéken él, az szerintem felkészülhet az első hópelyhekre. Egy másfél-két héten belül. Hát, ha nem tűnt volna föl, Zolit érdekli a meteorológia egyébként. Ne, bocsánat, ez így.
Nem csak iszom, és a hülyeség dől belőlem. Ja. Nem, mert te meteorológus. Á, nem értek a légkörfizikához. Mondjuk a fizika az elég durva. Nem, ott a légnyomás, meg a matematika is olyan, szóval... Fú. A fizika az nagyon, az nem, nagyon durva része. Faszatiteket látni itt élőben végre, illetve nagyon jók az új mikrofonok. Na, köszi szépen. Zsír. Ja, ja, ja. Igaz, hogy ez saját, mert hogy ezt nem a PP-hez vettem, de tök jó, hogy így be tudjuk használni. Van egy Robert Kovácsunk, aki feloldozásra vár. Benne sok szíjeksem. Ja, igen. Most megint más névvel vagy Ben? Hát, de most miért nem neked Kovács Robert, miért nem jó? De hát az előbb meg izéval volt. Mindegy, lényegtelen. Ja, ja, igen, ezzel most már nem fogunk összeveszni. Na, 102 nézőnk van. Kor. Tényleg? 102-en vagytok? Az a nyámat. Nem látom, hogy hány néző van. Pedig. Én viszont látom. Van, okay. Üdvözlünk mindenkit, aki itt van. Sziasztok. Nem tudom, mennyi volt a rekordunk eddig YouTube-on, ilyen 110 valamennyi szerintem, úgyhogy az... Vagy lehet, hogy több volt, én már nem is tudom. Majd Laci megmondja. Közben lehet, hogy Laci valami hülyeséget pofázik a másik mikrofon, úgyhogy bocs, hogyha nem halljuk, messze van tőlünk. És... Összebeszélünk, mert nem halljuk, hogy Laci, halljuk. Laci mit mond. Kolos, nem akarsz csinálni sajtkesztési bemutató videót? Engem érdekelne. Hát erről beszéltünk már sokat, hogy nem nagyon akarok a sajtról videót csinálni, mert az ugye a család megélhetése, és nem szeretném kitenni az internetre, mert tudjátok, hogy vannak rosszindulatú emberek, vannak olyanok, akik rosszindulatúak, és bármire bele lehet kötni. És nekem az nem hiányzik, hogy belekössenek bármibe, és kapunk róla nagyon nagy büntetést, úgyhogy ez ilyen ország sajnos, ahol az ilyentől sajnos tartani kell. Úgyhogy nem lesz sajtról videó egyelőre, bocsi. Jön Laci közbe, érkezik. Ja. Többiek merre? Hát Laci mindjárt jön, csak éppen egy MTZ-t nézd meg, ami most dolgozik. Dani meg később végzett, és azt mondta, hogy később jön, vagy nem jön. Igen. Úgyhogy nem tudjuk. De azt írta, hogy mindenképp jelez. Igen. Megvan valakinek jelenet, amikor Leslie Nielsen csupasz pisztolyban kiment brunnyantani egybe kapcsolt mikrofonnal? Fú, valami rémlik. Valami, igen. Na, mi, Laci azt csinálja éppen? Nagyon jó. Valami rémlik. Az szép. Valami rémlik. Lacit nem hallani most. Akkor na. Valószínűleg túl messze ment. Kiért a hatókörből. Ja. Engem is érdekel a sajtos videó. Hát, nem, sajnos ez nem lesz, ez most nincs benne a portfólióban. Majd egyszer, ki tudja, de... Most nem tartunk ott, hogy ebből lehessen videót csinálni. Amúgy a Phantom azért ment a Deezerre, mert annak vastagabb a nyílása. Több évet bekutattam. Ez nincsen 100 méter, srácok. Ez a Sex Phantomos. Ja, igen, adásunk, igen. Az autókúró. És kiderült, hogy a dízelekre ment. Ja, nagyon jobban csúszik. Ó, van egy kis katica a mikrofonon. Na, hát ha hallják az emberek. Ó, ez nem hétpöttyös, akkor ezt... Ez Harlekin. Elég, le fogom lépni, srácok, hogy mennyi a 100 méter. Jugi, nem fáj neki. Kilőtt. Elrepül? El. Ja, tudtam, hogy nem. Most halljuk, hogy lépked a zavarban. A zavarban lépked. Fasza. Ja, úgyhogy nem lesz sajtozás. Gyertek ki az újpesti piacra, és akkor ott lehet velem... Ott sajtozás van. Lehet velem sajtozni, meg beszélgetni a sajtról. Elmondok ennyi. Bármit, ha van időm. Vagy gyertek reggel, vagy olyan... 10 óra és 11 között, mert akkor van a kevesebb általában a piacom. Szép lett volna, ha bedobod a mikit a tűzbe. Igen, kicsit én is féltem, de ügyes voltam. Dani, hol van? Süti a Marlenkát? Azt ígérte, hogy jelez mindenképpen, hogy jön, dolgozott még, amikor mi elindultunk. Mert hazafelé tartott éppen a vonattal. Munkahelyről a vonattal, és nem tudta még megmondani, hogy mennyit késik, mert valamennyit késik a vonat, de azt írt, hogy mindenképpen jelez. Hát de a vonat nincs munka, úgyhogy igen. Mi más dolga van, mint hogy jöjjön este. Mint hogy jöjjön. Kolos még sört is ígért neki. Igen, csak az a baj, nincs sört, van nagyon sört. Hazudtam egy kicsit, hopp, azt most mondta, hallott. Dani most ért haza. Dani, nagyon jó, Dániel, akkor pattanj be az autóba, aztán aztán go. Jöhetsz, ennyi. Gyere, mert megjöttek már az éjjeli pillangók, nem a konzumhölgyek, ja, hanem ott világít, Laci. Majlepkék. Rohadt messze. Nem tudom beazonosítani, hogy mennyire jár közel ebből a kis fényből. Szerintem mindjárt itt van. Mindjárt itt van. Zoli, utólag is bújjék. Ja, köszönöm szépen. Jó, hát egy laza 10 hónapot késtél vele, de semmi baj. Lehet, én is boldog új évet kívánok neked. Lehet, most tiszte meg a szilveszterit. Ja, lehet, amúgy igen. Live-unkat. Dani, gyere. Látod, Dani, hívnak. Ja, gyere, Dani. Ha most elindulsz, Dani, a stream végére. 110 darab hosszú nyújtott lépés. Nem hallottak, azt mondják. De egy darabig tudom, a zavart. Mert néztem a stream. Ne rakd közel. Néztem a streamet.
110 darab, hosszú darab lépés, hosszú nyújtott lépés, az megvan a 100 méter. Yeah. Oké, okay. Akkor beleadszolott a stream a mikrofonba, biztos jó. Azt írja Dani, hogy írt a PP csoportba, hogy ma csak néző lesz. Oh. Ki gondolt? Hát sajnálom, Dániel. Pedig. Hát pedig vártunk. MTZ-t. Ahogy Nótár Méri is megénekelte. MTZ emblimentet akartam, de messze. A nyári napsütésben, vártalak a téli hóesésben. De jó, hogy nem ismered ezt a Nótár. Én is csak ezt az egyet, mert valamikor feldobta a TikTok. Izét hallgattunk tegnap, ráfutott a tököm a kukoricaföldre. Rá. Ráfutott a tököd, de a kukoricaföldemre. Hát ez valahogy nem. Ezt a tüzet, ezt ismerem. Mi van vele? Az egészet arrébb raknánk a picsával. Nem tudom úgy ülni, hogy... Egyszer az életben majd megnézünk egy uralkodó szélirányt, mielőtt elindul a streamet. Laci, hát üzenik, igazából... hogy kezd el a levest főzni, mert nem lesz belőle semmi. Igazából... Azt kiírta? Tézd le. Judy. Tézd le. Ja, akkor őt ne. Őt ne, rajta kívül mindenkit. Csak át kell rakni az izét, az egész setupot. Ember! Már nem füstöl. De ülj már ide. De nem teszek már rá többet. De ülj már ide. De majd elá. Azért, mert én, még nem gyulladt meg az összes fa. Fifafú. És Kolos nem is ivott. Hanem ivett. Azt mondja, hogy? Van ez kajás stream. Hát most nem kajára jöttünk. Te. Okay. Én mondom, hogy reggel csak reggeliztem. Úgy lesz, hogy ide átjövünk. Igen. Tényleg nem vagyok benne a streambe. Mekkora az szívás? Hát nem. Hogy kéne? Miről beszéltél te? Hogy mi van? Oda kéne ülni. Ja, az időjárás részéről beszél. Igen. Nem értetted? Túlságosan entellektuál volt az én számom. Entellektuál. Nem bazd, nem. Annál fehéríti, vagy ami hasonlóra, de... Van itt azért. Jó, pillanat, átszereljük a setupot. Ennyi. Addig. Zoli. Igen? Segítetek? Persze. Ne, én nem. Jó, Laci, neked is segíteni. Nekem megvan ott a kilométer számom, hagyjál, én most tenni akarom. Hozzá kell emelni minden. Az akkumulátort, meg az invertert. Jó, viszont... Én fogom a lámpát. Anyád, ez rohadt nehéz, baszd! Az egészet áttesszük. Várjál, valami nem jön! Valami nem. A gépnek elég hosszú a madzog elvileg. Így. Nagyon jó, oké. Okay. És elvileg így. Hozom a dobozt, Laci. Itt van. Jó? De amúgy nem is kell. Dobozolunk. De nem kell, testvérem, így. Na jó van. Na, és akkor oda beülünk. Igényesen. Fuck! Fuck the. Jó. Ú, bazd, ez hangos lesz. Álljátok. És akkor az egészet áttesszük ide. Én? Ott a tűz. Ide beülünk. Egy ide. Egy oda. És meg is vagyunk. Én még eddig sem voltam a kép, úgyhogy kurvára mindegy. De most már képbe leszel. Most már megy rá. De a levesem meg a moda van. Ez így meg. Na, ez az. Nagyon jó. Ja. Ezt a mozogot elhúzom. Zoli, ott valami beakadt. Nézd meg, légy, a szék. Aha. Széket arra. Nem oda lett tervezve a nyílás. Hát. Így jársz le. Na. Igen. Mehet. Mehet. Csak nálam szaggat néha. Mehet. Azt írják, nem? Vegyél rendes netet. Minden jó horror ilyen kameramozgásokkal kezdődik. Na, benne van mindenki. Nagyon jó. Jaj. Csak a Laci levese. A leves setupot nem tudom arrébb tenni. Hát akkor jaj, baszd. Oké, jók vagyunk? Mondjuk eddig benne se voltam, most meg a tarkóm lesz benne is. Én is kirántotta a kábelt. Jó. Az az egy darab kábelt, ami még fut. Na, akkor visszatértünk. Hoppá! Minden szülinap egy új év, Zoli. Ja, tényleg, igen, hogy úgy bújjék, igazad van. Ja, hát mert igen, szülinapod volt. Az egy meredek szülinap volt. Hát, jó, erős. Én ott voltam a live-ba. Jó, erős, sikerült. Nagyon diplomatikus. Hogyha néznétek Zolit a TikTokon, akkor láthatatok volna minket. Ja, amúgy igen. Mert Zoli TikTokon nyomta. Meg egy csomó home videó is készült. Arról én az néztem. Estéről. Igen? Én néztem. Jó volt, szerintem fázol, Zoli? Én nem. Én jó. Teljesen jó vagyok. Engem fűt a szerelem. Oké. Okay. Igen. Micsoda? Zsé-kategóriás horrorra hajt az egész. Király. A tehenek bosszúja.
A hátad, hogyha hátad megjelenik egy őz, vagy egy lány, én kinyomom, vagy egy lény. Egy lény. Tényleg egy lány ott izé kinézne. Anyád. Ott leszarnék én. Tudod, hogy visszanéznénk majd, és tudod, másnap látjuk csak, anyád. Hogy... Ott volt. A lány. Ja. Az durva lenne, az elég forró lenne. Láttuk a TikTok live-ot? Na, Gábor, oh, oh, hagyjad már magad, velem együtt voltunk hárman, akkor Gábor volt az egyik. Hoppá. Hoppá. Láttuk én. Láttuk ám. Láttuk ám. Judit láttam, tényleg Judy ott volt. Judy ott volt. De Judy, de megosztottam, vagy? Megosztottad meg? Ne, nem osztottam, vagy nem osztottam, nem. Csak Lacinak küldtem. Igen. Akkor ők követnek téged. Imádom az ilyen elbeteg embereket. A Judy ott van a Vadindian streamben, ott van a PP streamben, ott van a YouTube élőben, ott van Zolinak a TikTok oldalán. Bazeg! Zoli TikTok oldalán. Szerintem ott van Daninak a sütős oldalán is, ami szerintem meghalt körülbelül, ami nincs. This is the nothing. Nekem, itt még nem látom, hogy hányan vagyunk egyébként. Én látom, megmondom neked, kérlek szépen, 103-an. De durva. Kolos, YouTube-on kéne streamelni, ugye vágod? Hát... Szerintem azon a fákon ül a résztökű bagoly. Jó lesz az részfaszúnak is, nem kell finomkodni. Kolos, miért gecizünk a Twitch-el? Gábor ír, hogy abszint szombatokat is figyelemmel szoktam kísérni. Jaj! Kolos, miért vagyunk a Twitch-en? Ezt már megbeszéltük egy pár szót. De miért? Azért, hogy legyen két platformunk. De minek? Azt lehet jegelni is. Akkor legyen a Twitch-en mostantól a sütő, de itt meg a live. Hát ember 100-an nézik, azt meg 40-en nézték hétfőn. 46-on. Jó, az abszint azért, ja, abszint szombat. Csak nézik, hogy most úgy előre szóljak, már a hétvégén érkezik a... Következőleg a YouTube-on fogok streamelni game. Hétvégén érkezik a Halloween-i buli, úgyhogy onnan is lesz majd na, élő szombat este. Akik itt vannak YouTube-on, írják meg, hogy miért vannak itt a YouTube-on. Ennyi. Na, írjátok meg, hogy... Tőlem aztán streameltünk a YouTube-on is, akkor ott hagyjuk a Twitch-et. Akik Twitch nézők vagytok, ti vagytok itt egy páran most, mit szólnátok, hogyha átjöttek? Az a 46 ember. YouTube-ra. Nekem azt mondja, hogy hova streamelünk egyébként, ott királya Vadindián. Twitch jobban fizet, ennyi előnye van csak. Hát nem tudom, mi sok pénzt nem kapunk el. Jobban fizet. Pár havonta kapunk egy ilyen szemmel látható összeget. Hallgattam ma izét. Két darab papírpénzben manifestálható egyébként nagyjából. Hallgattam. És nem a legnagyobb címlet. Ma hallgattam izéket, mert tegnap is mondtam, hogy izét VIP-stéket, és ők mondták, hogy azért, hát igen, azért Twitch-en nem mindegy, hogy most 1200-an nézik egy adást, vagy 3-4000, mert most csak 20000 nézik egy adást, akkor jó, nyilván megboldul a chat. Mi van? Mi, hogy 1200-an néznek egy élőt? Mi van? 12. 12. Pazd. Igen, 12 ember. Az 1200 emberre még el lehet bírni, de most 20000-re nem maradott kitárni az a Twitch. Mi van 20000 ember, érted, élőben? Mi van? Anyád. 12 ember van ott. Az király Vadindián, Kolos ma is nyűgös. Nem, amúgy nem. Abszolút nem. Csak Laci mindig ilyenkor baszogat, amikor kint vagyunk, azért tűnök nyűgösnek amúgy, de amúgy értem, hogy viccel. Azért, mert YouTube az családbarát, Twitch-en csak két okos szoktam nézni, engem tökön rúgnál vele, Vinci, igen, azt írja például. Vinci a legnagyobb támogatom bazag Twitch-en, csak miatt ott kell maradnunk. Hát ő fedezi a bevételünknek a 80%-át. Ennyi. Feladjuk a Twitch-et, feladjuk Vincit, ugye vagy? Miatt él még a csatorna? Mindig szokott adományozni nekünk. Igen. Azt YouTube-ot várom. Sokkal többet használom, Twitch-et szinte soha. Boomerek vagyunk, azt írja. Nekem mindegy, miattatok töltöttem le a Twitch-et is. YouTube nálam jobb lenne. Az igazság a Twitch-el kapcsolatban, hogy jobb a, ez, ahogy mondjam, a közösség, mert ott vannak ilyen szondalertek, meg lehet jobb a chat, meg ilyenek. Annyi az előny a Twitch-nek. Viszont... A streamer is lehet kitalálva. Jó, de ott kevesebb az ember. Ja. Úgy van 1000 követőnk Twitch-en, mit akartak? Mondtuk? Nem is mondtuk. Yes, köszönjük szépen. 1000 követőnk. Kinek vagytok? Jó, van ez így. Köszönjük. Hát, nem tudom, Twitch-en is ott szoktam lenni, ha jó az időpont, bárhol nézem. Sziasztok mindenki. Itt egyszerűbb a donate. Ó, Vinci, köszönjük szépen a következő donate-et, vagy hogy hívják itt ezt? Nem cheer, hogy hívják a YouTube-on? Mit tudom én ajánlom. Pénz. Köszönjük a pénzt. Köszönjük a pénzt. 5 Gibraltári penny. Gibraltári penny? A Gibraltári valuta. Köszönjük szépen. Hát nem tudom, tőlem nyomhatjuk izé YouTube-on is, csak tényleg azt meg nem akarom, hogy aki megszokta már, hogy Twitch-en vagyunk, az meg izé azért ne jöjjön. Kár mond megszok. Hát de... Mindegy. Majd csinálunk egy szavazást. Ott jobb a chat.
majd csinálunk egy szavazást, valahogy majd valamelyik adás elejére kitesszük, amikor mindenki nézi. És akkor hát ha akkor, ja. Donét. Köszönjük a donétet, igen. Az fánk. Maradjatok, ne valijájátok, lemozdulódás lesz. Hát, nem tudom. Max, inkább én attól félek, nem lemorzolódás, hanem áttematizálódás, tehát hogy aki a Twitch-en nézett, az nem fog átjönni, nem biztos, hogy átjön a YouTube-ra. Hát a YouTube-ról is követtek titeket a Twitch-re, amikor annó átkerültetek. Hát mondjuk, ja. True that. Itt kevésbé felhasználó barát a platform, a Twitch szerintem jobb, de majd egy szavazás eldönti. Na, van egy kérdés. Sziasztok, lenne egy nagyon mély kérdésem. Mit jelent számotokra Békés megyeinek lenni? Sosem gondoltatok arra, hogy máshol próbáljatok szerencsét. Ez főleg nekem szól ez a kérdés. Ez Zolinak szól ez a kérdés. Én ezt úgy érzem, hogy ez jobb oldali propaganda. Nem válaszoljatok? Ez olyan, mint legutóbb, mit szóltok az izéhez. Várjál már, mi volt? Mit szólunk a... Ja, amikor mi az volt a... az a provokátor kérdező? Igen. Emlékszel arra? Emlékszem, persze. Várj, miket kérdezett? Várjál már. Aki nem tudja, miről van szó, ugye amikor fölkapott lett ez a Magyar Péteres videónk, aztán belénk kötött a Farhát Ádám is, és akkor másnap így streameltünk kint. És volt egy csetelő, aki random ilyeneket kérdezett, ilyen direkt ilyen provokatívakat, hogy kihúzzon belőlünk valami fasságot. És az elején elkezdtünk rá válaszolni, aztán a gyanús lett, hogy te mi a faszomat kérdezel itt, aztán nem válaszol többet, hogy bekérdeztem neki, és utána eltűnt. Mondom, kurva szátokat. És tényleg ilyenekkel próbálkozni. Hát hiszen mindenhol ott vannak. Mondod, de kitakarod a fejem, Laci. Tényleg. Ja, most jó. Kérdésre válaszolva, mit jelent számotokra Békés megyének lenni? Így van. Nekem nem jelent Békés megye semmit egyébként. Na, a lokál patrióta megszólalt. Nem, én nem tudom. Én a környéket, én a természeti részét szeretem itt a környéknek, de Békés megye az egy haldokló valami egyébként. Hát, mint az ország összes periférián lévő megyéje. Szabolcs, Békés, kivéve Győr-Moson-Sopront. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Baranya. Úgyhogy én Zala. Nekem nincs nagyon így kötődésem Békés megyéhez, szóval az nem annyira nekem nem tudok ilyen deepen belemenni. Én itt a környékhez kötődöm, mert itt szeretek lenni amúgy, szeretem a helyeket, amiket ismerek itt gyerekkorom óta. És azt gondoltok arra, hogy mások próbáltok szerencsét. Én vagyok az élő példára. Zoli, igen, ő nem maradt otthon. Én voltam 5 évet egyetemen, megnéztem milyen nagyvárosban lakni. Aztán úgy voltam bele, hogy megpróbálom itthon, mert... Nem vagyok Békés megyei, de ez a kérdés inkább, erre a kérdésre inkább én tudnék válaszolni, mert én nem maradtam otthon. Tehát én törzsgyökeres Somogy megyei vagyok, aztán az egyetem alatt ugye elkerültem én is Szegedre, és akkor az egyetem után hazamentem, mert szeretek én is otthon lenni. Nagyon szeretem azt a dél-dunántúli belső somogyi részt, ahol élek, de egyszerűen élhetetlen volt. Tehát az, hogy normális munkát nem tudtál kapni. Másfél évig próbálkoztam, aztán utána úgy döntöttem, hogy mivel volt lehetőségem Budapestre költözni, ezért Budapestre költöztem, és ezt azóta sem mántam meg. Félre ne érts, nagyon szeretem a vidéki létet, én is imádom, tehát azért is érzem magam itt is jól, de egy részem már nem biztos, hogy tudna szakítani a budapesti léttel. Megnyomtam a gombot. Kapsz egy libacombot. Ne nyomkod a gombot. Nem direkt nyomtam meg, baszod. Na, akarsz fel a nyakadban. Hát ja. Én nagyon két laki vagyok, tehát ilyen szinten. Én nagyon élem a városi létet, nagyon be is illeszkedtem, viszont igénylem időről időre azt, hogy kiszakadjak és hazamenjek, vagy éppen ide jöjjek. Tehát én nekem ez néha elvonulni az egésztől. Mit csinálsz? Szükséges. Hát én cigizek, az belehalatszódik, az hangos. Hát, szívom a cuccot. Hát akkor mit csináljuk veled? Te nem fogsz beszélni ma? Hát dehogy is nem, itt vagyok melletted. Hallatszód. Nem fogom itt tartani. De hal... Kolos, kérdezik, hogy tetszik Bécs? Sehogy, mert Bécs új helyre jár. Mindjárt egy pillanat. Még Laci nem válaszolt a kérdésre. Békés megyével kapcsolatban. Pillanat, el fog menni a kamera egy pillanatra, jó? Mit jelent nekem Békés megye? Hát én nem tudok a mélyen válaszolni, mint Zoli.
segjük-e, és ezt bárkinek a véleményét osztom, hogy legyen a kolosét. Ő is így gondolja. Hát az, hogy Békés megye az ország segjük, ha nincs itt semmi, innen csak el... Én már megmondtam, hogy mit lehet Békés megyében csinálni, meg hogy mi itt a legjobb. Itt Békés megyében három dolog nagyon jó. Elmenni innen. Meg az az egyik. Ok, kösz szépen a felvezetést. Na jó. De ezt mindenki hallottad. Nem biztos. Na mondd el. Nem fogom elmondani. Na úgyhogy nem tudom, nem fogalmam sincsen. Mindig is itt éltem, nem voltam Pesten, nem voltam Szegeden, én Békés megyében tanultam, Békés megyében voltam középiskolában, Békés megyében dolgoztam. Ez van, megszoktuk, szeretjük, nem éltünk máshol, nem tudom megmondani, milyen máshol. Megyén kívül, mert megyén belül mozogtam folyamatosan. Én el tudnék költözni, hogyha nem kötne ide a munkám meg a család egyébként. Nem üzenik, tudom. Hogy a térdeden halva is jól hallanak, nem kell ezt hallani tartalmat. Nem kell közel rakni, igen. Túl hangos lesz. Igen, ebből most meccsük. A kamerába, bocsi, aksit kellett cserélni. Bécs, hogy tetszik? Nem tartom elképzelhetőnek, hogy ki költöz. Én? Te. Én nem költözök ki Bécsbe. Nem tudok németül ember. Nem költözök ki Bécsbe. Majd megtanulod. Beszélnek angolul is. Nem költözök ki Bécsbe. Hát mind a két munkám itt van helyben. Nem tudok kiköltözni Bécsbe. Amúgy nem voltam még Bécsben. Mivel nem Bécsbe járok. Majd Bécset is megnézzük valamikor, azt beszéltük, de még Bécsben. Ó, akkor megyek voltam. Én is. Zoli is jön, igen. De én is mennék, amúgy szívesen. Zoli nem azért jön. Bécsben nekem egyéb elfoglaltságom van. Nekem megmutatta, elég sport. Ja, hogy egy konkrét személy. Igen. Békés megye, mennyivel békésebb, mint Pest megye? Sokkal! Sokkal békésebb. Gyere, azt nézd meg. Külső-belső Somogyból államvizsgáztam. Zoli! Na, jó van, az jó. Ennyi. Lehet róla vizsgázni. András írja, én Budapesten nőttem fel, most egy 300 000-es városban vagyok, és sokszor ez is nagy. Falun a legjobb, de ez preferencia korra jön szerintem. Hát igen, erről beszéltünk már sokat, hogy az ember, ami fiatal, addig nem vágyik. Addig vágyik a nagy városi nyüzsgésre, aztán legtöbben, ahogy idősödnek, inkább szeretnek talán kiköltözni. De ez csak egy általánosítás. Akkor ez nálam nagyon fordítva működik. Neked fordítva, igen. Magyarország szép, nekem nagy előny, hogy csak net kell. A hegyekben is szívesen el vagyok, Gyarmos a Sopron sem fenékig tájfa. Hát persze. Az a durva egyébként, amikor megyek át a határon, ugye vonattal, és ugye, ahol megy a vonat, ugye, Sopron meg Wiener-Neustadt között, ugye az gyakorlatilag Magyarország leggazdagabb része, és Ausztria legszegényebb része, ugye. Ami nekünk a leggazdagabb, az ott és a legszegényebb. És megyünk át, az meg sokkal jobban néz ki minden, ahogy átmész a kurva vonalon, pedig az Magyarország egyik leggazdagabb része. És így mondom, mi a fasz? Gyalázat. Gyalázat egyébként, igen. Itt vagytok egy köpésre, üdv Zalából. Igen. Na, pont ott vagyunk. Pöj. Ki meddig jutott Békésből a nézők közül? Én az EU-ig. Na, tessék. Vince, nem is tudom, hogy Békésből származol. Neked mondta már? A tájszólásai, meg a beszólásai nagyon, nagyon hasonlítottak a Békés megyei tájszólásra, és innen gondoltam, hogy nem messziről mehetettem. Mondta a helységet, de elfelejtettem sajnos. Igen, itt vettük egy köpésre, egy fingásra. Helyes. Ennyi. Azt mondta Vinzi, hogy ő gazdasági elvándorló, kivándorló, hogy mondják ezt. Igen. De neked nincs mikrofonod, Laci. De ember hallatszódok ott a tiéd. De nem hallatszódsz. Rakd fel magadra, hagyd ott. De ritkán beszélek is hangosan. De nem, csak rakd ide le. Ahogy az előbb volt, az tök jó volt. Ne vedd le. Nem, de nem beszélek, ember. Dehogy nem beszélsz, beszélsz folyamatosan. Laci, akkor vágjam, mi az a világ vége. Amikor voltál Pesten, akkor csak annyit mondasz, hogy elköltözöl, mert nincs helyben munka, de aki élete végéig helyben munka. Ezt nem értem. Aha, jó. Bocsi, ezt fogalmazzak még egyszer. Én Pest megyéből akarok költözni Békésbe. 24 vagyok? Hülye vagy? Miért akarsz Békés megyébe költözni? Vannak ilyen állatok. De miért? Ja. Tóth Laci bácsi. Tóth Laci ismered? Igen. T. László bácsi, akit ismerünk. Ő Balaton környékéről jött Köröslányba. Érted? Balaton hát környékéről. Az miatt, nem? Hát igen, mondta, hogy... Hát jó, az, hogy megértem. Igen. Hát de, igen. Oké. Okay. Igen. Laci marad Békésben, akkor biztos tudja, mi az a világ vége hangulat, amikor bezár a gyár. Igen.
Szia Bandika, szerintetek milyen egy élhető város? Erre kíváncsi lennék. Egy élhető város. Jó, de ez nem releváns kérdés ilyen szempontból, mert engem is ide köt minden. Itt vannak a földek, itt vannak a, itt a család, itt az erdő, itt van a ház, itt vannak anyámik. Minden ide köt, itt van a munkahely, nem persze. Rossz munkahely. Vinzi is mondta, meg elég sokan mondták, hogy tegyem össze a két kezemet, mert tényleg nagyon sokan örülnének ilyen munkahelynek. Úgyhogy tényleg jó a munkahely, ezt én is tudom, jó a család, jó a légkör, itt van a föld, itt van az erdő, ide köt minden. Hát nem volt kérdés, hogy itt maradunk. Kriszti el akart költözni legalább Mezőberényig, mert ő egészségügyben dolgozik, és ő mondta, hogy ő Békés Csabán gondolkozott még annak idején a fotózás előtt, hogy ő Békés Csabára szeretne járni a kórházba. Miért? De nekem nem kell ide. Ad átrakjuk. Mit? Hát háttal vagy ember. Ó, baszki. De ott nem lesz meg a hő. De hogy nem lesz meg a hő? De alatta kell, hogy legyen a parázs. Hát, alatta van a parázs. Nincs, csak. Nincs alatta és nincs vízszintbe. Nincs alatta és nincs vízszintbe. Nem baj. Attól is meg fog, akkor is meg fog fűrni, nincs vízszintbe, Laci. Rakd oda, gyere már, ne legyél már háttal az emberek. Bász meg. Kicsit a sztori. Gyerekek, 137, megyünk fölfelé. Na, királyság. Mert megszólaltam. Ó, köszönöm szépen. Jaj, fő a szerénység. Feljebb igazítom ezt a téglát, neked azt akkor. Nekem kijebb igazítsad, de minden megcsinálom, hagyjad. Megcsinálom. Na, szóval igen, Kriszti izén gondolkozott, hogy ő kórházban szeretne dolgozni. Hála az Istennek nem, mert ő is 12 órázat volna, nem lett volna életünk. Úgyhogy legalább Mezőberényig költözünk el, mondtam Kriszinek, hogy esélytelen, nem költözünk el Mezőberényig. Laci, nem esel hova. De bazd meg, hát itt van a munkahely. Most én ingázzak, érted? Én ingázzak. Itt van a munkahely. Jó munkahely, itt van az erdő, itt van a föld, itt a család, itt van minden, úgyhogy igazából... Helyben vagy. Helyben, meg egy olyan... Amúgy én Szekholmra szívesen költöztem volna, én amúgy ott akartam házat venni, ott is vettem volna, csak a Kolosnak a szomszédságában ez egy visszamondhatatlan ajánlat volt, és pont nem jó... Nem csak miattam. Pont jókor csíptük el, az egy visszamondhatatlan ajánlat volt, mert amúgy nekem azóta is nagyon hiányzik a Szekholm Ladány táv bicikli úton. Egyébként... Mert minden nap ringáztam Szekhalomról, ott voltam albéletben, aki nem tudna. Nekem az álmom az, hogy én örülök annak, hogy itt van ez a ház, ahol lakok meg minden, de én szeretnék kicsit mobilisabb lenni. Tehát, hogy jó, hogy itt van ez a ház, de én simán benne lennék abban, hogy mit tudom én, egy két hónapra belülök egy lakókocsiba, és elmegyek innen. Uh-huh. És akkor elmegyek valamelyre, azt kínlakok egy lakókocsiba. Uh-huh. Aztán hazajövök, itt van, hogyha kell, akkor van egy állandó helyem. De hogy én jelenleg úgy is, hogy mit tudom én, nem 12 hónapot vagyok itt van egy évben, hanem 3-at, vagy 1-et, vagy 2-t, mit tudom én. Jó, álmai mindenkinek vannak, aztán jön a család, aztán majd eldönti, hogy hogy lesz. Na, néztél kérdéseket, Zoli? Ja, nem láttam, különösen most lesz ez a téma. Igen, haverom Zuglóból költözött Békés Csabára. Na. De azért, várjál, te válaszoltál, hogy miért akarsz ide költözni? Most már lemaradtunk a chat üzenetekkel. Írd már meg, légy szíves, még egyszer, mert lehet, hogy lemaradtunk. Plusz a podcast, azt hittem, csak a nyárskészítés bonyodalmas nálatok. Már tudom, hogy nem. Nem, nálunk minden. Tudok, aki jövünk, igen. Szegény Laci zaklatva van. Vigyéhen, ha szegény. Nézd már rá, rám fagyva. Jó lesz. Laci, megoldjon, aggódjatok. Kolos, ma... Basztassuk Lacit, nap van nálad. Micsoda? Én nem basztattam. De hogy is, nem, egyfolytában baszogatod, nem igaz. A faszom. Dehogy is, rohadt életbe. Pince volt a lényeg, ahol a leletkozókat tartja. Igen. Ja, az igen. Vannak már egy páran. Igen. Meg is bánták. Donom, nincs menekvés. PP Eurotrip lakóautóval, igen, nagyon szeretnék egyszer lakóautózni és lakóautós videókat csinálni, de hát ez igen, erős. És azt mondja, hogy csávó, hogy ez vízszintes, bazd meg. Az asztal is felé, ha megnyújtott. Az nem nyújtott, mert nem azon főzöm a levesen. Házat venni, a jó ég 34 vagyok, és esélyt se látok arra, hogy valaha házat vegyek, levegőt is csak óvatosan. Ezzel most bele tudnak megint menni egy olyan témába, hogy igen. Igen. Hát jó, nyilván nem Pesten kell venni házat, Békés megyébe, tudjátok, milyenek a házárak, hülye vagy? Somogyban is van, hát persze, nyilván. Van 3 millióért is családi ház, nyilván rá kell költeni hetet, de... Hát mindig úgyis barátságos, igen. Ja, egy tízesből megvan. Hát ez annak opció, akinek full online munkája. Ezt akartam mondani, hogy ez tök jó, hogy igen. Igen. Ahova egyáltalán kell bejárni, akkor nyugodtan lehet költözni. Békés megyébe venni 10 millióért házat, 5-öt ráköltesz,
Már mégis mennyibe is kapsz annyiért. Ennyi is több volt. Oké, akkor. Hát jó, de nem kell én baszom nagy házba költözni, többet elaksz. De kell. Hát a negyedét nem azt, a negyedet használjátok annak a háznak. Azt ki van használva, drága testvére. De azt nagyon. Lehet, hogy a negyedét, de azt nagyon. Nem, hát Kriszti az fotós, szerinted mennyi cucc kell egy fotózáshoz, meg egy setup felállításához. Szóval Krisztinek ott van a karácsonyi setup, ott van a húsvéti setup. Az anyukájánál van, Laci. Nálunk van tárolva. Jó, kell. Ember, hogy nem hiszem, hogy kell a 200 méteres. Hogy ne kéne? Hogy ne kéne, ember? Tele van minden. Jó. És még a műhelyem is tele van. Én ellennék egy negyed akkora házba is egyébként. Mondja az, akinek kb. Akkora a háza, mint az enyém. Hát jó, de nekem nem volt választásom, ezt örököltem. Hát az én lakásom. Nekem sem volt választásom, meg kellett venni. Lakom, jelenleg az az egész. Hát az a 70 négyzetméter, hogy annyi bőven elég egyébként. De nekem nem is kell több. Tesszom, még is annyi akkorában laknak. Annyira jól el vagyok, és még vendéget is tudok fogadni, hogy szóval... Kevesebbet kell takarítani, kisebb felfűteni. Ó, azért ez a takarítás, ez egy... Na, hát kevesebbet. Múlt héten 2 napig. Egy napot én, csütörtökön. Jött valaki? Lakást nézni. Igen. Az ingatlanos. És pénteki nap az öcsém elment reggel a lakásba, és kb. Ilyen 10 órától este 9-ig takarított. Az kemény. Igen. Az kemény. Ja, tehát azért lehet ott is találni, nyilván mások a preferenciák, de nyilván egy 70 négyzetméteres, meg egy 240 négyzetméteres, az más. És akkor most beszéljünk arról, hogy pont voltam Ausztriában a hétvégén, és egy párnál voltunk, akik ilyen, hát a lány ő 35 körül van, a srác meg 40 eleje, és akkor ők ugye vettek házat. Ez ugye Bécsújhely mellett van. Nem tudom pontosan mennyiért vették, csak annyit vettem ki a beszélgetésből, hogy a hitel, ami még hátra van, az 250 ezer euró. Baszd meg! Jézusom! Ami még hátra van. És ez alsó Ausztria, tehát ez bőven nem a legdrágább környék. Mondta a barátném, hogy ahol ő volt korábban, ott rendesen bent az Alpokban, ott millió euró alatt esélye sincs. Hát, hogy ott nincs épület millió euró alatt, azt gondolj bele. Szóval az már nem a miligánk, az nagyon nem. Aztán panaszkodunk, hogy drágák a házak. Hát mi is most? Hát jó van, bazd, hát jó, de a másik kereset is. Durván kerekítve 55 millióért, 55 millióért áruljuk most a 70 négyzetméteres lakást. De azt akarom mondani, hogy ott se tudják. Nézd a Laci, meghalászza a fejét! Ennyi, Laci. Ennyi. 55 millió, és még egy tízest rá kell költeni. Igen. De azt mondta az ingatlanos is, hogy ne újítsunk fel semmit. Majd aki megveszi, az rákölti. És 55 milliót ér. 60-ról indultunk. De azt akarom mondani, hogy Ausztriában sem tudnak a fiatalok lakást venni, tehát ez nem ilyen... Hol tudnak, sehol nem tudnak. Nem tehát tudnak. Most ez ne... De Nyugat-Európában, meg Amerikában nincs is ennek hagyománya. Nincs, igen. Tehát ott a bérlakások minden. Bérautó, bérlakás, minden mérlő. Tehát az, hogy valakinek saját lakása legyen, az itt Magyarországon egy nagy... hagyomány, igény, dolog, igény, mert ugye ez is hozott, tehát ez amikor örökölt. A 60-as, 70-es években a szüleink, akik akkor születtek, és akkor azok még vásárolták. Ha nincs saját házad, nincs semmit, kisfiam. Igen. Hú, de ideg ez a gép. Igen. Azt írják, hogy Laci, nekem is ilyen órán van, csak zöldben, nagyon jó kis kütyű. Köszönjük szépen. Oké, akkor azt mondnám meg, hogy miért nem érzékeli az alvásomat? Kell hozzá Bluetooth kapcsolat? Valaki azt írja, hogy Dani, jól van, most találtak egy hullát gyomán. Anyád! Micsoda? Tényleg? A kurva élet. Rip, Dani! Hát egy 10 év alatt szerintem össze tudnék tenni 3-4 millió forintot. Hát igen, ez nem csak nálad van így. Online munkád, csak áram és net nincs. Jó, ezt nem vágom. Baszó kis ház is 15 millió, ezt írja Zakari egyébként, plusz amit ráköltesz. Akkor még ilyen? Igen. Ja. Hazafelé, ha behív egy pálinkára, akkor barátjának tart. Itt nálunk Gyermoson Sopron megye, 10 millióért a telket mutatják meg. Igen, és matekozod. És ezt matekozod ki egy Békés megyei gyári fizukból, mert a java hitel lenne. Igen. Igen, igen, igen. Drága minden. De gondolkodjunk már, most valaminek ára van, vagy értéke. Igen. Hát, jó, de ezt nem értem. Hogy ára van, vagy értéke? Hát most...
értéke. Értem, hogy hogy mondja, tehát most míg én eladok egy 55 millióért egy két szobás lakást, egy panel lakást, addig valaki 40 millióért az agglomerációba vesz egy kétszintes. Hát igen, az az ár, nem az értéke. Házat. Igen. Ja, igen. Hát azt mondod, hogy ezek el vannak szakadva. Igen. Egymástól nagyon. Szerkezet, itt a szerkezet kész, 60 négyzetméteres lakás, 42 millió, azt írja Kiskata. Laci, tudnál ajánlani valami fasz a bakancsot? Eltörünk a témától. Igen. Német katonai használt bakancs. Vibrám talpas. Zsinász. De. Laci, vibrám. Az az alap. Ja, jó vibrátor. Milyen waffen? Wundes waffen? Vigyázz, hogyha rálépsz is. Különböző... Militari boltokban Különböző militari boltokban lehet kapni Wunderswaffen használt német katonai bakkancsot. Annak nézetek után, nem azok jók, nekem is van. Ja. Igen, szóval, hogy lesz, lassan szerintem nálunk is be fog indulni a Tiny House mozgalom, ami már ugye nyugaton már nagyon régóta beindult. Igen. És pici házakba kell költözni, ez a megoldás, egyszerűen nincs más. Downsizing, vissza kell venni. Anyá! A fácán. Ez mi volt? Nem fácán. Tudom, de nem látok semmit, és megijedtem. Ne szalja már, fácán volt, fel van gajazva. Szóval, hogy az a lényeg, hogy ez lesz a jövő, hogy kicsibe kell gondolkodni. Ez van. Ha csak nem vagy valami nagyon gazdag embernek a fia lánya. Vagy nem örökölsz. Vagy igen, vagy nem örökölsz, vagy mint valami kurva jó állásod. Vagy ez mind egyszerre. Körülbelül, igen. Lelőnek kell a rokona lenni. Lölő! Hát, az nem jött össze sajnos. Azt írja Erika, hogy én úgy vagyok vele, hogy a saját ház a legnagyobb biztonság. Ez is igaz, én ezt aláírom. De hogyan manapság? Egyszerűen hogyan? Normál bejelentett fizetésből nem tud, tényleg csak hitelre lehet venni. Igaz, is neked, akármilyen hitel. Nekem is állandóan ezt mondják, mert hogy most, ha eladjuk a lakást... Babaváró, az plusz 10. Jó, én meg a babaváró. Itt vannak a kis ikrek. Juanita, Carlos, meg a kis Fernando. Értem, de amúgy a babaváró plusz 10 azért az nagyon sokat segít. Meg a falusi csok, az jó. Már egyből 28. Én ezt aláírom, nincs is ezzel semmi baj. Amúgy fizetsz 40 éves korodig. Na. Hát vagy 60 inkább. Jobb esetben. Hát van olyan ismerős. Én 40-ig leszek adós. 40-ig? 42-ig. Na, jó, neked, hát mert te még olcsó tudtál házat venni viszonylag. De most? Hát iszonyat áram vannak. Igen. Igen. Hát, legnagyobb biztonság. Igen, viszont abban is bele kell gondolni, hogy saját házad van. Tehát, hogy most gondolj bele, hogy van egy albérleted például, mondjuk, hogy azt fizeted életed végéig, akkor gyakorlatilag, mit tudom én, most van egy házad, és mit tudom én, beszarik a gázkazán. Akkor szopóka már ráköltesz, mit tudom én, 1 millió forintot, és akkor lesz új gázkozánod. Viszont, hogyha albérletben vagy, ja, akkor ezzel az egényekkel nem kell foglalkoznod. Nehéz ez. De nincs saját vackod. Én tőlem is ezt kérdezgetik most állandóan, hogy mi lesz akkor, hogyha most eladom a lakást, és akkor most albérlet vagy lakás, és tudod, így mondom, hogy jó, tök jó, hogy kapok 10-12 milliót a lakás árából, mert annyi felé osztik el, de most 12 millióból nyilván Pest környékén én nem fogok venni egy lakást, mert az mi? Az egy 10% önerőnek elég. Igen. Egy hitelre, egy 40 milliós hitelre, amit kávé 55-60 éves koromig fizethetek akkor. Igen. De minek vegyek egy nagy lakást egymagamnak? Tehát ez is ott van, hogy én egymagamnak nem akarok nagy lakást. Tehát nekem akár nekem ez, amiben most jelenleg lakom, amit örököltünk, az teljesen jó. Egy kétszobás, konyha, fürdőszoba, előtér. Nekem ez bő, nekem ennél több nem is kéne. Ha nem döntöttünk volna úgy, hogy eladjuk a lakást, én semmiképp nem is költöznék el. Jó környéken is van, szeretek is ott lakni, úgyhogy... Ott forgatták a szomszédokat is, igen. Szóval azért mondom, hogy én most albérletbe gondolkozom, tehát hogyha elmegy a lakás 1-2-3 hónapon belül, akkor azt fogom csinálni, hogy egy évre előre kifizetek egy albérletet. Lehet ilyet csinálni? Lehet, persze. Uh-huh. Ha megkötöd a szerződést egy évre, határozott időre, uh-huh, az albérleti szerződést, és akkor kifizeted előre az egész éves
albérleti díjat, a rezsit meg akkor fizetgeted minden hónapban, az csókolom. Azt ennyi. Van egy biztos helyed egy évre. Igen. Igen, tehát most én így viszonylag rövid távba gondolkozom, aztán a fene se tudja, hogy lesz még majd utána. Azt mondja, hogy írja András, hogy bejön a Tiny House, de nem baj, ha jön a tornádó és a klímaváltozás miatt, és elviszi a Tiny házakat. Ennyi. Jó, hát ez elvisz minden. Ja, meg ezeket a konténerházakat mondják állandóan. Igen. Ez, hogy ennek most nagyobb, mert hogy olcsó, 1-2 millióért meg lehet venni, de nyilván azt is ahhoz kell egy telek, ahova lerakod. Igen. Itt van egy jó komment, azt írja Gábor, azt mondják, aki dolgozik, az nem ér rá, az nem ér rá pénzt keresni. Így van. Igen. BP mozás közöttében nincs már 40 millióért semmi. 40 négyzetméteres sem. Na, jó van, igazuk van, vidulni jöttek az emberek, ne komolykodjunk itt. Ennyi. Bocsánat, most én sem vagyok olyan, mint amihez hozzá vagytok szokva. Igyatok egy pálest és váltsatok témát. Ennyi. Laci, öntsed a pálest, én nem iszok. Gyerekek, amit el kell mondjak, Kolos olyan jó érezte magát a szüli napomon megint. Ajaj. Tehát azért az... Na, én is jól éreztem magam, szó se róla. Többet kellett volna aludni előtt. Ez amikor... Egészség. A fal. Köszönöm. Fárcán. Menj majd, ne! Hespisab. Lecsúzlizzam kell, fárcán. Zavar már elindul. Hespisába. Ja, jó volt szóval a szülinap. Nagyon jó volt a szülinap, rengetegen voltunk, tehát ahhoz képest... Rengetegen voltunk, Kolos baromira elengedte magát, hál' Istennek. Egészség. Másnap nem úgy éreztem. Hát szarú néztékében látom, legalább mint 10 év a panyolán olyan szarul nézték ki. Úgyis éreztem magam. Hát mert kell neked összeinni mindent, bazd meg. Az abszint... Nem. Abszint, pálinka, Long Island, minden volt, Jäger, hogy sör. Hogy én arra már nem emlékszem, mert akkor ugyan, már én ugyan, is kézzel voltam. Ugyanúgy, mint Zoli. Pont ugyanúgy. A mikrofonot rak már vissza. Kell. De nem hallják, hogy beszélsz. A térdedre. Hogy ne hallanák. Hát mert itt van a másik mikrofon. Ja. De ez egy csúcs minőségű... Hát jó, de azért van, hogy közel rak magadhoz, egészség. Nem 10 méterről kell belebeszélni. De belealcódik a... Máskor, amikor ott vagy a mikrofon mellett, nem alacodik bele. De most van rá lehetőség, hogy ne alacodjon bele. Na mindegy, úgyhogy nagyon... Nagyon jó sikerült a szülinapi buli. Kolos énekelt is. Énekeltem. Nem is egyet. Ajaj, fú, bakker, volt két csávó, aki úgy karaokézott, meg is kérdeztem, hogy itt, hogy amúgy énekes vagy? Azt mondta, hogy amúgy nem, soha nem is volt ugye? Semmi. Ezek úgy énekelt ugye? A csávó. Vannak olyan rejtett gyöngyszemek azért, ott előfordul. Anyád, de rendesen én úgy, grafit hogy... vagyok, nem gyémán. De rendesen úgy, hogy amikor volt ilyen erősebb rész, ahol jobban bele, nagyobb hangerővel kell nyomnia, de azt mondja, a mikrofont egy eltartottak minden, szóval tudta, hogy nem szabad akkor belekiabálni, és így ízű. Nem ma kezdte a csávó. Nem most csinálta először, mondom. Na, a király ügyes. A karaoke azon, hogy az király volt. Ja, igen. Na, de akit nem nevezünk meg, igen? Hogy érezte magát Zoli szülinapján? Jól, addig, amíg nem csöptem szét magam, igen. Tudtál-e kevésbé? Jó, azt a részét hagyjuk, ott két nagy merev részek embert kellett navigálnia, szóval az, na, igen. De utána szerencsére meg tudtuk beszélni. Igen. Az egy érdekes hazamenetel volt, tehát az, amikor a taxis kirak félúton, mert nem hajlandó elvinni tovább minket. Akarok erről beszélni. Ez most komoly. Igen. Majd nekem erről nem mesélte, annyit mesélte, jól sikerült a hétvége. Csak, miért nem meséltem el? De majd, miért vagy ekkora? Nem kell. Rakd le, ide. Miért vagy ekkora izé? Majd jövök én csatakrészegen, ember gyerekek, vegyünk éjszakaival. Aztán jön az éjszakai, csak elfelejtünk leszállni, hogy kéne. De várjál, miért rakott ki a... Hát mert olyan jó állapotban voltunk mind a ketten. Tehát félt attól, hogy összehányjuk a kocsit. Ja. De mit mondott? Nem tudom. Ezt nem tudom, ezt mondom, Noémi tudja. De lényegtelen, lényeg, hogy a... De akkor meddig fizet? Hát, ameddig elmentünk. Elvitt volna minket haza plusz 70 ezerért. Azt mondta, nem, ha fizetünk 70 ezeret, akkor elvisz hazaig. Ezt az oldalt is meg kell ismerni, jóban, rosszban. De hogyha nem hánytok, akkor is 70 ezer? Hát bebiztosította volna magát. De ez kaukció? Hát tulajdonképpen pedig, de így is úgy is lenyúlta volna a 70 ezeret, szóval. Hát tudod, múltkor is le akartak így. Én húzni. Engem is, előttem, ja, mert vérzett az orrom. Elerett az orrom vére hazafelé, és hogy lecsöppent az ülés elé, és le akart húzni. Miért vérzett az orrom?
Hát mert felment a vérnyomásom nyilván a sok alkoholtól. De utána elmúlott, nem volt vészes, tehát ennél tudtam volna sokkal rosszabbat produkálni, volt már rá például, mint egy disznóölés. Úgy néztem ki. De ez semmi volt ahhoz képest, és akkor ezért megállt, azt mondta, jó, akkor ő nem hazavitt, olyan szempontból rendes volt, hogy hazavitt, de azt mondta, hogy akkor 70 ér. Mondom, apám. A végén mondta, hogy 70? Mondom, én itt. De a végén mondta, a végén. Hogy akkor az nem rendesség. Az nem. Az patkányság. De nem fizettem, nehogy azt itt, hogy hülye vagyok én. Nem mertem úgy kikezdeni velem. Hál' Istennek megadtam azért, nem mernek azért belém kötni. Úgyhogy megegyeztünk egy tízesben, és még így is sokkal többet fizettem, mint kellett volna. De külföldi csimánát basznak. Hát persze. Nem, azt hitte, hogy annyira részek. Azok. Nem drosztosok? Nem, ezt szívtad rendesen, és ez úgy húzott volna le. Gondolom, ami a taxi órában volt, azt ő úgy, a többit meg zsebre. Ja. Hát az szombaton az a zavarosban elég szépen tudnak halászni. Ja, hát hogy? Persze. Aki tudnak, lehúznak. Igen. Ja. És még az állam is támogatja őket. Milyen jó egyébként. Kivéve taxisok. Yes! Amúgy nem, amúgy tisztelt a kivételnek, mert nyilván van kivétel, meg na azért 20-adjára, 30-adjára, egy éve, két éve ezt csinálni szombat éjszakánként azért az is necces nekik, mert azért tényleg benne van, hogy összefosod, összeállnyod, beszalsz, beúgyozol, érted? Na, szóval az mindig benne van. Igen. Szóval őket se kell sajnálni, meg félteni se. Hát, és mit szólsz a művésznőhöz? Hát a művésznő, hát miért énekelt? Bazsaládi. Balázs. Bazi. Ugye? És most még tűsarkú se volt rajta. Ja, most nem volt. És az anyu? Most hagyományos ruhába. És az anyukája? Ez ki ez a Bazsaládi? Bazi. Egy törzs vendég ott, ahova szoktunk kiállni. Én ott amúgy kinéztem egy csávót. Na melyiket? Nem, az volt a fura, hogy ott beszélgettünk Zolival, meg úgy a lényegében veletek, hogy akkor most hol vagytok, mint vagytok, és kérdeztem, hogy ez az ominózus bár, amit mondtak oda, hogy igen, ez egy sima bár, és hétvégente átalakul a közönség, és akkor mondta Kolos, és erről beszélgettünk, és mondta, hogy kb. Ott senki sem volt hetero nagyjából, és akkor ott volt egy ilyen, aki te is mondtál, igen, egy ilyen hosszú hajú... A rocker csávó? Egy ilyen viking kinézetű. A viking, ő hetero volt, kiderült. Igen. Ja. Ja, hetero volt? Igen. Na, ő hetero volt. Tehát azért mondom, hogy nagyon jól érzik. De azon csodálkoztam. Ő valami barátnőjével jött. De a másik, a kopasz, nem? A kopasz szakállas. Azt nem láttam, én csak a vikinget láttam. Az nem volt hetero. Mindenki benne volt a streamben, vagy mi? Hát engem te hívtál. Ja, azt tudom. Arra még emlékszek, az úgy megvan. Utána esett, mikor esett szét a kép? Közben? Előtte? Utána? A vége felé. Az már a vége felé. Hát akkor szóltál, hogy menjek a streambe, akkor még jó. Hát az még nagy az még volt. Nagyon nem. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy mi 8 órakor kezdődött el a buli. Körülbelül olyan 11 óra magasságában volt a torta. Torta? Igen. Ott? Aha. Negeti. De volt. Ráadásul sós. Wow. Ilyen fasírtos. Majd mutatok róla a képet, beszársz, hogy hogy nézett ki. Te csináltattad, jó. Hogy kaptad? Úgy csinálták nekünk. Ja. És tehát ott mielőtt a torta megérkezett volna, olyan 11 óra magasságában azért már kezdett lealjasodni a buli. Tehát elég gyorsan, tehát amikor a kocsmakörök így négy negyedjére érték egymást. Tehát ilyen kocsmakör, szerencsétlen Jocika a pult, és az nem győzött, de azért fogyasztott ő is, úgyhogy. A végére már pulton táncolás volt abból is. Kapjott a telefonom. Na. Zoli, tudsz mondani, hogy azt Persze. Mert az én iPhone stream. Aha, megosztottam. Le is akadt. Jó, Redmi. Az. Köszi. Földjük a töltőre tiédet mindjárt, jó? Jó. Még jó. Van benne 28, de jó. Csatlakozás sikeres, bocs. Megint? Kikapcsolt a telefonom. Most már jók vagyunk. Jó, felrakom a tiédet töltőre. Jó, oké. USB-C is gondolom. Az. Erről mondja, kilépek akkor innen, és akkor nem. Elkérhetem? Persze. Oké. Okay. Hát én meséljetek a gyalázatos estémről. Abszint versus Kolos, 1-0. Határozottan Abszint versus Kolos. Hanem 6-0. Lett abból annyi kb. Az szó se róla. Sok nulla volt. Nem szabad, nekem nem szabad alkoholt inni egyébként, én már rájöttem. Igen. Már sokszor rájöttem, nem szabad alkoholt innom, csak néha elfelejtem, mert azt hiszem, hogy bírom, és eddig rájövök, hogy nem. Ez ilyen biznisz. Hova raktam a kábeleken? Azt nem tudom. Gelbe van, hogy benne.
Igen. Én arra az őrült emtézésre lennék kíváncsi, az abszintot ki most talajmunkánik. Kérdezik Kolostélet, hogy az abszintot úgy ittad, ahogy kell, higítva cukorral és vízzel, vagy tömény? Itt nem, de filó, itt nincsenek ilyen urizálások. Itt töményen, mint a pálinkát, felesbe, cukor, meg felgyú, higítva. Higult az a gyomorba a Long Island-del együtt. Hallod, én azt nem tudtam lehúzni egyből hozzá. Hát ez olyan atomerős, hogy ilyen három részletbe kellett kb. Meginnom. Én azon röhögtem, hogy... Csak ki akarom kapcsolni a zseblámpát. Igen. Én azon röhögtem, hogy Kolosék tettek egy olyan meddő kísérletet, hogy ők majd megszámolják, hogy én mennyi felest iszom, meg úgy általában mennyit iszom, és így Kolos barátné, Noémi így másnap közölte, hogy kb. Fél óra után adták fel a próbálkozást, mert állandóan jöttek a... Oppa! Zárlat. Úgy látszik, ez sok volt neki. Mit csináltál? Most már jó? Nem bírja a töltőt. Mi az, hogy nem bírja? Az bírja? Bírja, nem jó. Nem bírja, mert ez egy elég nagy teljesítményű töltő. Haver, az bírja. Látod, nem bírja. De ahogy dugd be. Próbáld meg még egyszer, ja. Most veszteni valónk nincs. De fogyasztó nélkül először. Ja. Látod, hogy nem bírja. Fogyasztó nélkül. Most jó? És most jó. Szuper. Köszönöm. Köszönjük. És mit? Majd küldök nektek paprika pálinkát, de a streambe kell megkóstoljátok, írja Narba. Már ittunk paprika pálinkát? Többször is. Ezt lerohadt tőle a... Én nekem ízlet. Vesénk. Nekem nem annyira. Jó, nem... nekem jó volt. Szétmarta a torkunkat. Hát... Zoli itta meg az összeset szerintem a végén, mert mondtuk, hogy igyad már Zoli. Szabad, de az gyalázatosan fostos. Nem az, hogy fosztos, csak nincs értelme amúgy. Jaj, megég a gépen, bazd meg. Már küldeni akartak kígyós pálinkát is. Fúj, na olyat nem kell. Azt is akartak küldeni kígyós pálinkát, csak aztán kiderült, hogy nem annyira legális Magyarországon. Nem, és, abszolút nem. És aztán megbeszéltük a tulajdonosra, hogy akkor inkább hagyjuk a kígyó pálinkát, és majd máskor. Adáson kívül, majd kamerán kívül. Bekígyózunk. Kamerán kívül bekígyózunk. Meg van skorpiós pálinka is. Uh-huh. Jó. Laci füstöl. Nem baj, de jó, hogy... Mobilis vagy? Még jó, hogy mobilis vagyok. Jó. Ezt gyorsan elmesélem, srácok. 100 000-szer megfogadtam, hogy csak parázson főzök. Ez a trúváj működött is, amíg Kolos nem mondta, hogy... Anyád, olyan, mint a Stranger Things, így hullik a pernye. Ez kurva. Igen. Elmondom, srácok, a káváriámat. Egy. Menj be a képbe. 100 000-szer megfogadtam már, hogy csak parázson főzök, mivel hogyha ezt az edényt ráteszem nem parázsva, fekete lesz. És mivel ez egy rohadt drága 80 000 forintos csajka, amin van itt az elején egy rohadt nagy Pathfinder logó, amit amikor súrolom le róla a feketére odakormolódott zománcot, azt szeretném letakarítani róla, eddig mindig letakarítottam, kopik a Pathfinder felirat, és azt nagyon sajnálom, mivel rohadt drága volt állapotmegőrzés, mondom mostantól csak parázson fogok főzni. Az addig sikerült is, amíg Kolos nem találta ki, hogy jöjjek ide, mert itt is nagyon jó lesz. Mert háttal vagyok nektek. Jó, ide jöttem. Nem volt vízszintben semmi, jó? A geciztem vele 3-4 órát, hogy sikerült rátennem a tégla, két tégla közébe tettem egy fa darabot, ami miatt vízszintes lett. Az a fa darab hamarosan ki fog belőle égni. Az üvegem, vagy a csajkám most is fekete, soha többet nem fogom megtakarítani, ennyi volt, feladom, várjál. Még azt mondjátok, hogy én baszogatom, Laci. Abba a retkes... Te miattad volt? Abba a retkes, szájba tekelt, mocskos, köcsök fadarabba, amivel kiékeltem a két téglának a közét, abban volt egy csavar. Azt a csavart ki akartam tekerni, srácok, azt a csavart ki akartam tekerni a karkötőmmel, aminek letört egy foga. Itt tartom. Itt tartok. Nagyon jó ez a maisztri. Csak azért akartam, mert háttal voltál, Laci, és akartam, hogy lássanak. Igen, letört a karkötőmből egy darab. Hát a szopó pedig az kurva drága volt. Is. De hogy tört le? Hát úgy, hogy ki akartam csavarni azt a rejzelt csavart, ami benne volt a deszkába, és nem tetszett neki, mert kisebbet tettem, és elnyaltam. Hát az akkor az is idejében volt. Jól érzem magam. És a 80 000 forintos Pathfinder csajkám pedig le van deresedve.
De soha többet nem lesz tiszta, mert nem fogom még egyszer megtakarítani. Azt mondjuk, hogy mosogatod, hogy ennyibe áztatod. Oké, okay. A Pathfinder felirattal együtt. Igen. Mert ráírod alkoholos filccel, hogy nem Pathfinder, de fontos. Azt mondjuk, mindig azt kelltek, hogy jöjjünk ki streamelni. Nézd meg. Mindig ilyenek vannak. Nézd meg. Naci mindig panaszkodik. Nézd meg. Igen. Hát szopó. Igen, ezt minden levesesnél elmeséled egyébként, azt írja Judy. De eddig nem törtek egy darabok a csavarhúzó készletemből. Laci olyan, mint az RTL-en a reklám, senki nem kíváncsi rá, de muszáj végig hallgatni. Ekkora oltás. Köszönöm szépen. Jó. Köszönöm, ez jó volt a lelkemnek. Ez így van. Ki volt az? Hogy nézem, várjál. Csak, csak megnézem, nem. Bence, Gina. Jó, oké, rendben, jó, csak megnéztem. Mindjárt visszajövök, addig tiltani. Örökös ban. Jó. Igen, nehéz ezt a streamet az a baj megoldani, úgyhogy minden, minden jól legyen, meg minden működjön, mert hát ugye egyébe kétszer van. Aztán, de nem van neked a szépsége, legalább. Fejben ezt a részt betudom a darwini evolúció egyik újabb vizsgájának. Végül is túlélte. Pillanatragasztóval visszatesszük, azt írja tesóra. Ennyi. Amúgy. Mit? Nem tudom, az hegyítom. Jó. Tesód írta. Biztos ért hozzá. De igen. Rokonok vagytok. Ott nagyon jó hallgatni. Unikum azt írta. Kit? Téged. Ja, köszönöm szépen Unikum. Az egy állat. Bele szokott izé... Ja, games, igen. Game streamelni. Egyébként Lassi. Game streamelni? Game streamelni. Nem, azt te csinálod. Azt szombat, én nem csinálok. Szombaton game. Ja, az tényleg az game streamer. Az game stream. Amúgy. Srácok, ezt is végig kell hallgatotok, sajnálom. Na, ilyen az olyan Laci monológ, figyeljetek. Végig kell hallgatotok, srácok. Ő, arra vagyok, mai adás. Hát, milyen kérdés? Laci, melyik a kedves Daisy szervered? Ne kezdek Lacitól Daisy-t, mert arról fog beszélni egész este. A legkedvesebb Daisy szerverem az a mamáé volt, amíg működött. De feladták és nem működik. Úgyhogy basszák meg, és pedig még pénzt is küldtem neki. Küldtem, mert van rá lehetőség, a szerver tulajdonosokat tud támogatni. Mamának beküldtem egy 10-est, jó van, nyilván oké, rendben, semmi gond. Megszűnt, de más problémák miatt más bajok is voltak. Az a baj a DZ szerverekkel, hogy mindig arra vársz, hogy majd egyszer jó lesz. De nem, soha nem lesz jó. Nem, ennyit tudnak. Előbb-utóbb a szerver tulajdonosok feladják. Nem arra mennek, nem abba az irányba mennek, úgyhogy nekem a mamáé volt a legkedvesebb szerverem. Ami már nincs többi, de az pedig egy rohadt jó szerve volt. Az pontosan az én igényeimre volt szabva, ahol most játszom, sem rossz, de az közel sem az én igényem. Jó, mit akartam mondani? Ja, akartál igen, a mai adást hallgattam vissza meló közben, és azon gondolkoztam, az lenne a legmenőbb feature, hogyha megszavaztatnánk. Mi az a feature? Feature, hát ez ilyen olyan funkció, ilyen hasznos funkció. Hasznos, ez nagyon jó funkció, nagyon jó hasznos funkció lenne. Zsuzsi azt írja, hogy feltűnően leesik a nézőszám, amikor Laci belefog a sztorimba. Édesanyám is beoltott egyébként, azt írta, hogy mellettük van egy tepsis ültes, nem volna fontos azt a leves, nem volna fontos ez a leves, de hajrá, Laci. Nagyon szépen köszönöm, egyetlen egy probléma van, hogy nem eltek krumplit. De mindjárt izé kifut. Nem eltek krumplit, de amúgy rohadt jó illata van, nagyon jó illata van, nagyon fincsinek tűnik, de sajnos nem eltek krumplit, úgyhogy abból meg sem kóstoltam. Tényleg ezt a nézőszám most látom. Itt kezdett. Ez nem folytatott. Az nem az. Az a másik volt. Az a másik monológ. Ja. És minek kell nekem megszólalni? Ja, ne legyetek köcsögök, nem. Meg a végén Laci ne menjetek el, mert Laci bemérgesed. Még a végén Laci nem fog jönni adásba, aztán biodíszlet lesz csak. Nem lesz több puszta podcast. Azt hiányzik még nektek, hogy ne legyen több adás. Mi lenne, nem lenne több puszta podcast? Mit csinálnának az emberek? Leszarnák, nézzének mást. Biztos, hogy nem hiszem, hogy befordulva a sorok. Egy napig sírnának azt. Nem hiszem, hogy páran, egy-két ember befordulna a fal felé és sírna. Ja. Gondolod? Délutánig. Aztán fel kell is menni dolgozni. Mondjuk vannak olyanok, akik tényleg minden egyes részt megnéznek. Van, aki kétszer is. Vannak nagyon érdekes az dolgok. Tényleg beteg. Na, vannak nagyon érdekes dolgok amúgy, amiben elgondolkozik az ember, de hát vannak egyszer még így egy páran. Ez a homály. Annyira beleépült már az életünkbe a puszta podcast, hogy hát ez olyan, mint a... A tiédbe, mert te csinálod, de amúgy aki nézi... Hát jó, de most magunkról beszélek. Mi az a Concord effektus, igen.
ami ugye a Concordnál volt, ugye, hogy már olyan sok pénzt beletettek, hogy nem állíthatták le a fejlesztést. Ja, igen. A PP is egy Concord. Pedig te nem is ittál. Igen, az a baj, azért nem tudok beszélni. Concord effektusban, hogy annyi munkát és időt beletettünk már, hogy ez... Ennek mennie kell. Ennek már mennie kell, igen. Concord effektus. Ezt Concord effektusnak hívják, ja. És amúgy tökre találó. Úgyhogy, ja. Nem tudom, fura lenne, hogyha nem kéne csinálni amúgy. Nem tudom, lenne életem. Nem miért nekem nincsen. Nem, az a baj. Nem miért nincsen. Annyi mindent csinálsz, hogy igazán... Nem veszel le annyi plusz energiát meg időt összerakni. De nem? Nem, napon, figyelj, hetente 3 óra hossza. Igen, a vágás. Hát igen, és? És még a műsor kész. És akkor mikor csináltad meg a műsort? Mikor készültél elő? Jó, heti 5. Hát, én mondanám ezt inkább 10-nek. Mikor csináltam meg a short alapjövőket? Mikor töltöttem fel a short videókat? Mikor csináltam meg a borítóképeket? Lenno Amy csinálja? Mit? Hát ezeket. Hát, de kiadtad egy részét. Néha, őt csinálom, akkor már nincs rá időm megcsinálni, de... Hát meg az, hogy ezt este kell csinálni. Amikor csinálom este, meg a munka után, nap végén, azért ez elég tudja venni az embert. Ha délelőtt kéne csinálni, akkor nem menne olyan nehéz. Hagyjad már! Nekem is annyiba került heti, most már legutolsó Daisy vágott adást. Nem beszélek sokáig, nem kell ellépni. Nem for, ugye ki for? For, leszarom. Nem kell sokáig nézni, mindjárt abba hagyom. Mindjárt abba hagyom. Nem, most jó. Lefele megy, lefele megy, jó vagy? Várjál, ez 8.43. Megszólaltam is, lefele megy. Nem tettek róla. Na nézzük, igen. Na szóval... 8.43-kor szólalt meg, nézzük. Igen. Annyit akartam mondani. Hát, hogy hány lefele? Nézd már! Csak kiértetted a számon, hogy Daisy! Egyétek meg a seggel! Hogy az állam, kíváncsi vagyok! Nem érdekel a Daisy! Nem mondom privátba! Rontom a megtekintéseket! Ezt elődöztétek, Laci! Kurva életben! Mondjad már, Laci, tényleg kíváncsi. Most így, ha felfele menni. Tényleg kíváncsi vagyok. Nem, így, ha kíváncsi vagyok. Itt a mikrofon. Nem szólok. Itt a mikrofon. Nem érdekel. Már felment. Amúgy nem. Nem ment, amúgy tehogy ment. Most nem tudom, miről beszéltünk. Mindegy. Na, tessék, ennyi. Ratébe. Egy korszak véget ért. Tönkre tettétek a streamet. Ennyi. Laci nélküli. Megöltétek Lacit. Azt írja, Vinci Bakker, ebben nehéz belegondolni, azt hittem mindig itt lesztek. Jó, nem megyünk el sehova, nem kell megijedni, de amúgy... Hát szóval nem megyünk el sehova. Van nekem ez a kémű családom, az meg szeretne látni, basszátok. Lacinak az utolsó szereplése volt, hogy búcsúztok el tőle. Ennyi. Szomorú lenne, ha nem lenne PP. Halára innám magam sírva, azt írja Narva. Ki mondta? Narva. Ő Narva hun? De mit mondott? Halára innám magam sírva. Gyere velem inni! Narva, te Narva hun vagy? A Twitch-en Narva hun? Nyilván. Gondolom, igen. Igen, nekem hiányozna a TV helyett titeket szoktalak nézni inkább. Köszönjük rossz szépen. Lehet. Szóval az én életembe is beleépült, beleépültek az adások, úgyhogy elég fura lenne X dolgot anélkül csinálni, hogy hallgatnálak titeket. Ezeket tök jó olvasni, ugye ebben nem gondolunk sokszor bele, amikor csináljuk. Nem, én igazából rájöttem, rám senki sem kíváncsi, mert amúgy többen lennének a vad Indiában. De amúgy a 10 ember. Nem, az nem róla, nem, az egy game stream. A game streamet nem... Azért kell küszködni, vár a családom. Nem, ott. Azért. Ezért akartam bringálni. Ez nem egy game stream csatorna, nem annak indult. Gyertek a game streambe, szombat esténként. Hát nem szeretik a game streamet, én sem nézem, mert nem érdekel. Lati is beszélek mély dolgokról. Te hogy beszél? Lati is dolgokról? Ahogy? Hány game streamet néztél meg? Nem sokat. Na, és akkor mondja, hogy mi van a game streambe. Hát tudom én. Annak, aki csinálja. Itt tudom én. Már mindent értek, a Twitch-en azért van 50 néző, mert ott Laci folyamatosan beszél. Tudom. Nem, a podcastnak a lényeg az a interakció. Így tehát, van. Hogy egymásra reagálunk, vagy dolgokra reagálunk. Én ha csinálok egy tech videót, senki nem nézi meg. Ha csinál egy game stream videót, senki nem nézi meg, mert nem erre iratkoztak fel az emberek. Ennyi, így van. Ezekkel lehet próbálkozni, de nem ez a csatorna. Ha több feliratkozónk lenne, akkor lenne egy nagyobb szeletből egy kisebb szelet, ami mindig nagy lenne, akkor lenne nagyobb nézőszám, érted? De akkor sem nézni meg mindenki. Most érted, meg szóval... kell találni az arany középutat, azt szóval elején. Ezeket lehet... meg, hogyha értem. Ja, tessék, itt azok a vododások, azok a vod PP adások, ahol ott vagyok.
Ott van megtekintés. Ahol nem vagyok ott, ott azért látszódik, hogy azért kicsit visszaesik. Itt meg bazd meg, jönnek el az emberek az élőben. Nem mennek el, de hogy is. 120-an néznek most is. Ha most, igen, amely nem vagyok ott. Dadja már! Hallod, bemegyek, mindjárt 60, várjál. Csak bejövök. Kolosz visszahallgathatná a vadindián streamet meló közben. Bejöttem, nézzük. De most eleve le vagyunk esve, 125 nézőnk van. Jó, mindjárt lesz az 60 is, haver. Nézzük, nézzük. Csak bejöttem. Gyertek vissza, itt van Laci! Még nem vagy benne a streamben. Gyertek vissza, itt van Laci. Annyi késés van. Egyébként Kolosz vissza, igen, olyan, mint amikor leülök haverokkal beszélgetni, csak az a különbség, hogy ti nem ismeritek. Nem ismertek, de nekem meg olyan, mint a ismertiteket, és kíváncsi vagyok a rátok hétről hétre. Köszönjük szépen, ez tök jó egyébként. Én szeretem a túrázós kütyűs videókat, a game részt valóban nem köt le. Igen, Klebik M írja, állandó Twitch nézünk. Én azért szeretiteket hallgatni, mert sokkal közelebbiek és családiasabbak vagytok, mint a VR. Őket is meghallgatom, de ott már felesleges a chatre is írnom, mert túl gyorsan elpörög. Hát igen, itt ilyen gond nincsen. Mi beolvasunk, testvérem. Mi beolvasunk mindent. Igen. Ennyi. Mi még beolvasunk mindent aztán. Én is szeretek jönni. Igaz, hogy ilyen limitáltan vagyok csak, de ha nem itt, akkor a túloldalon vagyok, és ott irogatok, szóval. Ja. Vagy Laci TikTok csata. Laci, miért kellett titeket egyébként mindig, én ezt nem értem. TikTok csata. Zoli TikTok csatornáján lehet követni, Zoli. Igen. Hétvégi programja. Főleg inkább többnyire szombat esténkét. Igen. Mi a neved? Nánás Izé? Aha. Nánás Izé néven. Követsétek be Zolit, és akkor lehet nézni. Ja. Laci, meg van még a Kawasaki? Hagyjál béki. Egy embert érdekel. Őt érdekli. Mi? Őt érdekli. De őt nagyon. Van. Idén nem indítottam be. Tényleg? Hát tényleg. Anyád, az kemény mondjuk. Vannak problémák. Szegény motor. Közben, mint az én biciklim. Sajnálom is. El kéne adni. Kb. Olyan. Valaki meg akarja venni a motoromat? Van egy eladó Kawasaki, micsoda? Ninja. Kawasaki Ninja. Ninja. R6. Mit tudom én, mi az? Én meg azt a pláne nem értek hozzá, hogy mi az a motor. Két keréken van, aztán gurul. Én sem vágom. Kawasaki R6-en 2006-os vagy 7-es eladó. Így az egész PP, a PP Laci, Dani, Kolos a szíve, a többiek a fűszer. Zoli, te vagy a fűszer. Oh, hát, mi vagyok a chili? Te vagy a fűszer. Hát. Igen, marad a lukunk, amit másnap. Másnap fáj a seggünk, hogyha itt van. Kétszer csípek. Ja. Én bírom Laci, hogy a sztoria. Itt valaki szeret téged. Na. Az a három ember. De az milyen három ember? Az milyen? Azért kevered zöld, és azért már olyanak, mint az ikrek. Így van, határozottan. Összekevernek minket. Kaptunk egy férfi nézőnktől egy puszilós szívet. Szeretlek titeket, köszönjük, de a csajok is küldhetik, amúgy nem csak a srácok. Vagy zöldnek a srácok küldjék. Teljesen mindegy. Mindegy. Laci, mi van a boilerral? Valid kérdés. Egy embert érdekli, úgyhogy nem mondom el. Jó, de az Vinci. Majd elmondom neked a vadindián streamben. Na, jó van. A boilert Laci nem használja egyébként. De nagyon szép lett amúgy, én láttam. Csak hideg van, és ide nem használja. Uh-huh. Nem, amúgy nem azért nem használja. Meg, az megszűnt. Az megszűnt, ami miatt nem használtam. Ja, jó. Nem oldottak anyagok a boilerből igazából. Picit büdös volt. De és nem volt büdös. Kb. 5 használatig olyan műanyag szaga volt. Fácán. Ember! És ez a csávó mondja magát, hogy vidéken élőnek. Fácán? Nem szoktál? Jó, nem csak szoktál? Olyan izé hangja volt, mintha... Megriasztott fáca, megijedt a rókától. Amúgy Laci, a kell militári cucc, szóljál rám, és tudok szerezni M zárolt cuccokat jó áron. Az ki? Szekalom, meg is el tudom vinni, Narvahun. Így jár rám, légy szíves privátban. Mi van a fülgyert? Fülgyertjába! Hozzattuk volna. Kitalálom. Unikum kérdezte. Hagyjál békén, Unikum. Ennek a három embernek én meg sem szólok többet. Hagyjál békén. Felment a nézettségünk. Ha, benne vagyok ott. Felment a nézettség. Ennyi. 129. És Kriszti pedig otthon sír. Holnap vagyunk 5 évesek. Én meg itt rohadok, hogy jól csináljam a műsort. Évfordulók lesz holnap. Oly feleslegesen. Bemegyek a kamerába, és leesik a nézettség. Most is benne vagy a kamerába. Nagyon jó. Simogathatnám otthon a feleségemet. Aki... De ehelyett simogathatsz engem. Na látod, az amúgy sem megcsalás. Nem a probléma. Na, azt a simogatás? Nem Zolival van a probléma, hanem azzal, hogy bemegyek a képbe, aztán megszűnik a nézettség. Na, egyébként nem, a podcast szerintem nem attól függ, hogy melyikünk hármunk közül, az Zolival csoportból melyikünk szerepel benne. A nézettség... Már megfigyeltem, nem attól függ. A nézettség az általában a borítóképtől függ, és a témától függ.
És hiába, tehát hogy megvan az alapnéző, aki mindent megnéz, az a, mit tudom én, az a pár száz ember, és akkor az anyátokat. És akkor a többi az meg mind borítóképes téma. Lehet, hogy van, akik nem szeretik a mávot, de belenézek, amikor a mávos témáitok vannak. Laci, az hülyét kapsz. Én tudom, hogy hülyét kapsz, de az emberek, de az embereknek, akik néznek titeket, azoknak ez egy olyan csatlakozási pont, amivel azonosulni tudnak. Szidjuk a mávot. Azért szeretik a politikai adásokat, amikor belemélyedtek a politikába. Legyen az most jobban. Lehet közé. Mérgelődni. Lehet, igen. Tehát ezt kell, ki kell ventillálni az emberekből ezt a sok szart, és itt meg lehet. Én is így vagyok vele. Én azt vettem észre magamon például, hogy a hétvégén nagyon durva volt vasárnap vagy szombaton, nem is tudom. Nem. Ez múlt egy héttel ezelőtt, mikor, mert most hétvégén otthon voltam. És járkáltam otthon a lakásban, és magammal beszélgettem, politizáltam, magamba politizáltam, és így elbeszélgettem, hogy igazából, hogy az elmúlt 14 évben így mi minden változott, és olyan jót, egy órát, háromnegyed órát, olyan jó elbeszélgettem magammal, hogy milyen hibák, hogy én, mint külső szemlélő, ha most nem vállalok álláspontot egyik oldalra sem, hanem teljesen random emberként, aki mondjuk idejön Magyarországra is, és megnézi, hogy milyen a politikai berendezkedés itt, meg minden, az mit lát? És így tök olyan jó, de lehet, hogy bolondnak néztek a szomszédok, hogy így azt hallgatják, hogy kivel telefonálok. Igazából tökre magammal beszélgettem, csak és így okfejtegettem meg minden. Ura az, amikor az ember egyedül él, és nincsen úgy konkrétan párja. Ja. Én nekem is volt olyan időszak, amikor fú. Nekem sose volt fura. Engem nem zavart, mert elmentek. Félre ne érted, engem ez nem zavart. Teljesen jól el voltam így. Dani, itt van Zakarin. Ha minden nap vonaton utazok, akkor van miért szidni a mávot. Ennyi, így van. Én is heti rendszerességgel használom, épp ezért tudok annyira belefolyni és köpködni. Igen, azért beszélünk róla. Ha jó lenne, akkor ezt is elmondanám. Persze, egyébként. Hát amikor van... Nem, azt nem mondanánk el. Hát, hogy nem... Ha működik, az nem tűnik fel. Mondjuk az igaz. Az igaz. Ja. De a máv az meg állandó téma, mert mindig ad témát, mert ugye mindannyian... Használjuk. Igen, vagyis hát én ugye, meg Zoli is használjuk, elég sokat, Dani is használja, és egyszerűen szembe jönnek velünk a problémák, és arról meg beszélni kell. Ez olyan, mint hogy ugyanúgy beszélünk a politikáról is. Nem értek egyet azzal, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ne beszéljünk róla, mert nem értünk hozzá. Én mindig is bevallottuk, hogy nem értünk hozzá. Ebben az országban senki nem ért a politikához, mégis minden. Még azok se értenek hozzá, akik bennülnek. A szakértők értenek hozzá. Ennyi. Ők beszélnek róla, mi azért beszélünk róla, mert szerintem mindenkinek beszélnie kell róla, mert ez közügy és közérdek. És mindig elmondjuk, hogyha valamit hülyeséget mondunk, akkor írjátok le. Mert tényleg lehet adatokkal nem vagyunk tisztában pontosan, meg mit tudom én, de a benyomásainkat azokat el fogjuk mondani, meg hogy élünk, és hogy az az igazság, hogy Kolos leszarja a véleményeteket, csak megpörgetné az algoritmust. Az igen, ezzel a Magyar Petit mindig. Amikor csinálom a borítóképet, és Magyar Peti van rajta, akkor tudom, ez a videó, ez Kolos, mondjuk. Kolos elkezdi, hogy írjatok, mert amúgy tökre érdek a véleményeket, rohadtul nem, csak pörget az algoritmus. De ne, jó, egy kicsit. De nem mindig, érdekelnek a nézők. Nem mindig. Érdekelnek a nézők. Ez a finomítás. Jó fejek. Ó, én is szeretem nézni a vidiket, Laci sztoriai érdekesek. Maxi pedig tündéri. Közvetlenek vagytok, érdekes témáitok vannak, üdítő jelenség, ez itt a YouTube-on, csak itt tovább. Legalább egyszer az életemben sikerült valami, Maximilian hívják. Köszönöm. Meddig lesz ma stream? Nem tudom, addig Laci meg nem eszi a kajáját. Igazából 9-ig terveztük. Vettem most Maximiliannak 110 ezer forintért egy ajándékot. Az igen, biztos értékelni fogja. Biztos. Köszönöm szépen, apa! Ezt nem, ennél több nem is kell. Azt írják, hogy Zoli benyomásait ne ecseteljük. Zolinak nincsenek benyomásai mostanában, jó? Szűzi, és ez változhatna. Élek. Igen. Na igen, mondjad, Laci. Nincs, mit mondani. Nőtt a nézőszám! Ne szarok, basszátok meg. Mondjad, de látszol, baszki. Mondjad, amit vettél neki. Na, nem amúgy meg igen. El, nem mondhatom el. Mert? Mert tudja az adásból, hogy mi? De senki sem kíváncsi rá. De mi azok vagyunk? Egy orszívót? Egy orszívó. 110 ezer forintos orszívó. Egy orszívó porszívót vettem, limitált edition. Tényleg? Szóval nem.
Mit vettél neki? Limited edition orszívó-porszívó 110-é, nem mondom el. De kíváncsi vagyok rá. Itt van Kriszti. Kriszti, itt vagy? Kicsit késik a stream, úgyhogy nem fogjuk tudni, hogy mi lehet 110 000, ha a kutyakaját vesz 70 000-ért? Nem volt, nem 70 a havi kutyakaját, csak 30. Nem, akkor beteg volt a kutyus, és azért kellett. Ő most is az. De azt feletetted vele? Hát most is azt teszi. Ja, jó. De nem 70 000 egy kutyakaját, hanem 30. 20, 27 nagyjából ott körül. Hú, gát, az én kutyám az kicsit nagyobb, de... Nem jár rám messze a valóságtól a Laci, mert mi is. Nekünk, jó, nekünk otthon három kutyánk van, abból egy vizsla, egy kuvasz, a törpe az meg csak egy csivava, szóval ő annyira... Azok is felzobálnak annyit. De a ha most azt mondom, hogy kb. 30. Annyi. 30 000, mert a szárasztáp, akkor az ilyen nyesedék hús, meg ilyen izék, jó, amiket így a hentesnél néha szoktunk venni, tehát azért mondom, hogy a 30 az nem jár messze a valóságtól, havi 30-ban simán benne van. Hát igen, de Csikasznak meg most mindenmentes kaja kell, mert ő meg a hús allergiája, igen, van, nem is allergiája, hanem vese elégtelensége van, és akkor a foszfor az megöli szerencsétlent, úgyhogy most mindenmentes kaját eszik, ami 28-30, ott körül mozog, a havi kajája, úgyhogy nem sok ahhoz képest, hogy mit ad cserébe, meg na, azért csak próbálja az ember meghosszabbítani az életét, persze, tök jól érzi magát, tök boldog, ennyi, ízik, úgyhogy tényleg semmi gond nincsen vele. Fiatal adott 10 évet, mióta ezt a kaját kapja, meg mióta a doktornő rendbe rakta. Ez tök jó. Csak az jól néz ki nagyon, pedig nagyon dögrováson volt egyébként. Hát nem csak híja volt neki tavasszal, azt hittem nem marad meg. Pár nap. Nagyon rosszul nézett ki. Pár nap híja volt a csávókámnak, de szerencsére rehabilitálódik azóta is nálunk. Na mondd már el, hogy mit kapott. Nem mondom el, mert Krisztinek is meglepetés. Boszorkányokat égettek el, kisebb mágián, azt így a pénzi. Fázunk. Hideg van rohadtul. Már nem a levest akarom főzni, az már majdnem készen van. Melegít. Szerintem ehető. Akkor mehetünk haza? Ja. Először megeszem, visszaadom a kamerát, vagy a vizit, a mikit. Jó. De addig nem beszélsz? Nem. Hát akkor rakd le oda magad mellé. De ember, a csámcsogok. Tehát csak le a földre oda. Nem fog. Amúgy is beleallatszik, hát 100 méterrel ide allatszik mindenütt. Rakd le oda magad mellé. Ennyi, nem osz, nem szoroz. Okay. Nem tudom, mit ad hozzá az adáshoz, de jó. Ennyi. Hát ha megszólalsz, akkor legalább halljunk valamit. Nem fog megszólalni, mi eszem. Laci, neked is jót tett a mindenmentes. Laci nagyon sokat fogyott, igen. Mert kövér voltam? Nem, a kövér az nem nálad kezdődik, az nálam. Várjál, csak ezt is meg kell nézni, mi edzetelek. Ugyanaz? Az Judy volt. Ja, jó, oké. Okay. Jó van, Judy, neked elnézett. Laci, annak levesnek kell még, hogy 3 óra. Ez úgy szokott lenni egyébként. Kukulyás leves? Nem, Laci 3 óra keresztül főz egy ízét, egy ilyen tésztás levest általában. Uh-huh. Ez ugye hosszabb streamek szoktak itt lenni, kint ilyen 3 óra kint szoktunk lenni. De az tavasszal meg nyáron. Igen. Nem ez... így október utolsó negyedében. Ez nem lesz olyan hosszú stream valószínűleg. Mikor az éjszakák már elég erőteljesen 5 fok alá hűlnek. Na voltunk kint, mikor? Februárban, amikor kint aludtunk? A február volt. Az jó. Na nem, olyanban nem veszek részt, köszönöm. De 5 fok volt éjszaka, úgy hát aludtunk. Csak hadd legyen. Nem azzal volt a baj, hanem azzal, hogy kint mondta, hogy fogsz beszélni, látod? De ember kint a szélviharban. Aha, emlékszem, láttam, néztelek titeket. És miben aludtunk? Cowboy camping, bazd meg, anyád. Cowboy camping, érted? Cowboy camping, nagyon jó lesz, kurva jó lesz, aha. Igen. De milyen jó stream lettek, sokan nézték. Igen, csak utána az a kínszenvedés, amit végigéltem. Nem aztán rendes hálózsákot azért. Volt ott minden rendes testvérem, de olyan északi szél fújt, majd meg döblött. Tényleg fújt a szél, mint az állatom. Északi szél fújt. 7 fok van? Aha. 8-at írtak hajnal 3-ra. Ott hát van akkor... nagyatáda még 12. Nagyon lehűlt az idő. Ja, az jó volt, akkor futott fel a csatorna, az nagyon ment. Akkor indult be a PP motorja. Akkor nagyon streamelni kellett, igen, kellett a content. Pedig akkor még én is beszéltem. És mennyi pénzt kerestünk azzal a streammel, emlékszem, hogy néztük, hogy valami... 70 000 forint. Nem olyan sokat. De valami ilyen 20 000 forintnyi donétet kaptunk. És szerintem néztük, azért hogy... még maradunk egy 15-20 percet, úgyhogy még nyugodtan. Nyugodtan lehet donételni. Igen. Szóval, hogy néztük, hogy bazzik, mennyi pénzt kerestünk ezzel a streamben, azt nem csináltunk semmit. Az jó volt egyébként. Akkor futottunk be. Igen, akkor sokan néztek minket, ja. Akkor az bemutató még mindig várjuk. Unikum. Nem, B. Zsolti. Nem lesz. Nem lesz, Laci letett rólam, azt mondta, hogy nem szabad meggyalázni a családi Verdát. Meg úgyse lenne megtekintés, mert miért megszólalok, leesik a nézettség. Nem, akkor fogunk ilyeneket csinálni majd, hogyha lesz egy kicsit nagyobb nézőbázisunk, mert
az a helyzet, hogy most nincs idő rá, mert most beleteszünk egy nagy csomó időt, amit tökről örülünk, hogy megnézitek ti, akik szerettek minket nézni, de most az a helyzet, hogy másra kell az idő. Nekem is most nincs szabad fél napom arra, hogy megcsináljak egy ilyen videót. Nem ezzel van a baj, srácok. Hát nekem igen. Nem ezzel van a baj, elmondom, mi van a baj. Azzal van a baj, srácok, hogyha most minden future-t lelövünk, minden lehetséget, feature, minden faszajó cuccot lelövünk, most amikor nincsen megtekintések, akkor amikor majd egyszer majd lesznek megtekintések, mi a szart fogunk nektek csinálni? Amit már nem fogtok megnézni, mert ezt nem fogjátok megnézni, ami egy évvel a felfutásunk előtt történt. De hogyha nem csináljuk meg ezt a videót, soha nem fogunk felfutni. Szóval ez egy ördögi kör. Köszönöm szépen. Ja, úgyhogy most egyelőre maradunk a sima PP adásoknál. Ezt győzzük, ezt csinálgatjuk. Örülünk, hogy nézitek egy páram, meg itt vagytok. Nekünk van annyi pénzünk, hogy ki tudjam fizetni a járulékomat, meg ki tudjuk kijövjek nullára. Aztán jön a villanyszámla. Ja, hát ebből fizetjük. Nekem még a PP tartozik egy tízessel, de hát szó se róla. Az én csatornámon... De persze, ezt odaadtam már. Nem. Most átutalom, hol a telefonomban az meg? Le van merülve. Majd de milyen tízessel? Hogy lehet, hogy le van merülve? Pont ilyenkor? Hát le van merülve. De milyen tízes, ez mire? Még a bazatáska. Mit fizettél ki? A kaját. A vacsit. Mindenkiét? Igen. A PP meghívott egy nagy csomó pálinkára. Azt ki fizette ki? A PP. De rajtam kívül mindenkit meghívott a pálinkára. Jó, majd elküldöm. Az meg. Daninak meg bizony a költséget kell fizetni. Én még nem kapok pénzt. Az meg rohadt életben. Már vagy 15 dolgot megígértetek. Igen, sok mindent megígértünk, igen, amit nem csináltunk meg. Igen, mert nagyon nagy a lendület, sokszor csak aztán rájövünk, hogy kevesek vagyunk. Mivel meg mindig nem ez a munkánk, nagyon nem ez a munkánk. Meg mindig szabad időben csináljuk. Nem azzal van a baj, hanem akkor valamit csinálsz szívvel, lélekre, és van rajta 600-as megtekintés. Ja. Ezzel van a baj, srácok. Én elmondom az igazságot, ez a baj. Hogy szívvel, lélekkel csinálsz valamit, 7 óroszán keresztül vágtam azt a tetes vadindiás streamet. Jó, nyilván nem azért... Mondtam, hogy ne csináld, mert de nem azért iratkoztatok fel, de 7 óra hossza munka, megnézik 600-an és írják hárma, hogy most Laci, mi... most hiába panaszkodsz. Remélem, nem ugyan abba. Ez nem jó hozzáállás, hiába panaszkodsz a nézőidnek, hogy nem nézik meg a videót, attól nem fognak jobban szeretni. Ezt nem mondtam, hogy ne szeressenek jobban. Hát jó, de az a cél, hogy minél többen legyünk, minél jobban érvezzék az emberek a műsort. Ebben a nevés, hogy minél jobban szeretnek. Laci üzenik egy ASMR leves. Nem fogom cipőt jelni. Leégette a pofámat, nagyon meleg az alja. Szóval tudni kell, hogy miben kell energiát rakni, és miben nem kell energiát rakni. Abban nem kell energiát rakni, hogy 7 órán keresztül vágj egy game streamet, mert nem fogják megnézni. És ez előre lehet tudni. Ugyanezt mondtam el. De meg mégis megcsináltad. Hát de ugyanezt mondtam el, és mondtad, hogy ne beszéljek erről. Nem, te nem így mondtad el. Hát az, hogy 7 óra hossz a munkát, az bele valamivel, amit 600-an nézik meg. Igen, de te úgy mesélted, mint úgy mondtad el, hogy miért nem néztük meg a videót, pedig annyi munkát beleraktam. Nem, azt mondtam, hogy azért nem csinálod, mivel 600-an nézik meg azt, amiben 7 órát beleölsz. Na de itt megérkezett az est kérdése. Na. Mikor húgyozzuk le a villanypásztort? Nincs benne áram, próbáltam. Abban nincs, ami a hátunk mögött van. Ez egy kamu villanypásztor, ez azért van, hogyha kint vagyunk, körbehúzzuk itt körülöttünk, és a tényleg nem jönnek ide. Amíg valamelyik felfedező rá nem jön, hogy hoppá, nincsen áram. Nem mennek a közelébe. Nem, annyira megszokták? Persze, igen, nem. Tudják. Igen, boldog születésnapot kívánunk Zsoltinak. Nagyon szeretjük, még egyszer ugyanennyit. Boldog születésnapot, Zsolti! Nem még Vera. Egyszer, még háromszor. Vera üzeni. Így ez van. Egy kíváncsiság műsor lesz. Ez az? Azt kéne csinálnunk, bakker, azt ja. Néznék az emberek. Lehetne kérni zenét, meg üzeneteket küldeni. Mint régen a kíváncsiság kosárba. Fel lehet köszönteni az embereket. Munka nélkül nem is lesz nézettség. Jó, igen, de az a baj, hogy nem tudod, hogy mennyi munka van így is benne, abban, hogy legyen itt heti pár óra adás. És nagyon szívesen raknék bele több munkát, de most az a helyzet, hogy van más munkám, amivel viszont pénzt is keresetek. És muszáj mérlegelni, mert nem, sajnos nem vagyunk olyan luxusban, hogy csak úgy csináljunk dolgokat, amik... Én is jönnék többször, igen. De egyszerűen... Persze, igen. Nem az a 2 óra, mert ez a 2 óra leszarom a 2 óra, de nekem ez a 2 óra, ez nem. De hát egyszerűen annyira,
annyira nehéz összeegyeztetni így is. Tehát ez is egy munkaszüneti nap kellett, ember, hogy... Három ember, emberfeletti 150%-os emberfeletti teljesítményre lenne szükség fél éven keresztül, hogy növekedjen nem a csatorna... Nem fél éven keresztül. De várjál, hogy növekedjen a csatorna 10%-ot. Lehet. Fél éven keresztül három embernek 150%-os munkaterhelése. Közönség találkozó kell Pálinkával, Zolival. Na, az lelkesíteni a rajongótábort. Tényleg idén elmaradt a közönség, Tali. Igen. Nem maradt el, nem volt. Ja, igazad van, bocsáss meg, igazad van. Meg hirdetve se volt, szóval igen. De még lehet. Igen. Hát így azért a nyarat, azt a koronyarat jobban adnám én is a közönség Talida. Igen, ez ami Zsuzsi ír, ez tök jó. Mindenbe tegyél bele annyi lelket, mint hogyha 50 ezer ember nézni, mert ez a 600 embernek ez fontos. Igen, így próbáljuk csinálni. És amit megcsinálunk, azt próbáljuk maximálisan megcsinálni, csak többet nem tudunk belerakni most. De amit csinálunk, azt meg úgy csináljuk, hogy... Az jó legyen. Hogy az fasza legyen. Igen. Ja. És most ez a koncepciónk, aztán látjuk, hogy meddig... Haverom, Tomi is állandóan köpköd a fritú miatt. Állandóan felgyújtom ezt a helyet. De mégis, tehát így a nyár az egy pangás volt. Tulaj. Igen, egy pangás volt tulaj. Nekik a nyár. Tehát igen. Budapest az úgy nyáron kiürül, mindenki elmegy a Balatonra, meg ide-oda, meg mindenhova. A nyarak azok nekik totál deficites az egész. Furcsa szalani, Budapest kiürül. Igen, ugye? És igen. És pedig tényleg, tehát olyan szinten nincs forgalmuk így június közepétől augusztus 20-áig, hogy akkor mennek mindig két hét nyaralásra, meg minden, tehát ott akkor így... És mindig mondom neki, mikor már egy augusztusban nagyon köpköt, hogy mondom, most már várjál, elindul az iskola, és fellendül. És akkor szeptember elején még olyan nyögvenyel, és aztán szeptember közepétől meg kilő az egész, úgyhogy meggebednek annyi. Mi a neve annak a fritú? Fritú. De ennyi a neve? Ennyi. Azt hittem, ez egy rövidítés. Nem, ez a neve. Fritú? Aha. Az mi? Mint a fritőz. De az mi? Olajsütő. Tudom, de... Hétköznap is ez a neve? Persze. Fritú büfé. De ezek így indultak? Aha. Hogy melegbár? De nem, hivatalosan nem, nincs kimondva, hogy melegbár. De ember, hogyha fritú, mint a fritőz. Nem. Egyébként élőadásban? Szerintem senki nem fog. Ez, inkább ez, mint egy bármelyik olyan meleg társkereső oldalon, amit Jocika csak Szopodának hív, szóval. Szopoda. Én mondtam neki, hogy meghirdetem ilyen meleg csoportokból, hogy szombaton kép bulival. Ez ugye olyan csoportokból nem kérek, köszönöm szépen. Nem akarok Szopodát a fritó. De hogy indult ez a fritó? Mi volt a koncepció? Hát kajálda, a gyors étterem. Mikor alakult át hétvégi... Mikor meglett az alkoholárucsítási engedély, tulajdonképpen igen. Tehát ez ilyen tök funkciós. Ki volt az első meleg? Van ilyen ős meleg? Hát a tulaj is meleg. Ja. Na. Ez volt a kérdés. Tehát itt nem arról van szó. Tehát az, hogy nyilván kellett neki egy ő neki ebben 10 éve van benne. Tehát hogy a Tomi az az éjszakai életből. Jó környékén? Vagy melyik körzet? A legjobb. Na. Ilyen vagy, Kolos. Nem, Csepelen van kint. Ja. Azt mondja, ja. Hát, amúgy elmondanám, hogy Csepelen van a legkirályabb kolcsiabb pálya. Decemberenként. Ja, te ott voltál. Én voltam. Nincs tőlem ezt. És Csepelen van a szabadesés szimulátor. Én nagyon szeretem, jó hely. Minek hiák az, hát az ejtőernyő szimulátor, ja. Vagy szabadesés szimulátor, ott is voltunk. Amúgy tök jó, tehát így, ha úgy nézed, jó persze, nyilván a Tom is vágyik arra, hogy most be a belvárosba nyitni egy belvárosi, de hát az már nem lesz ugyanaz. Ott a vendégkör, ott a szabályok teljesen mások. Míg itt hajnali 3-kor még kőkeményen lehet bulizni, mert a környéken, a 100 méteres körben nincs lakó ingatlan, ahol ez bárkit zavarna. Milyen addig... a megkezülítése a helynek? Amúgy jó. Hát a hévhez közel. Amúgy jó. Évvégállomás. Hányadik kerület? 21-2? 21. 21. Hány kerület van Pesten? 23. Ezt nem tudtam volna megválaszolni ezt a kérdést, amúgy. Csepelen lakott Jimmy is? Igen. Tényleg? Igen. Ja, hát ott a temető, a csepeli temetőből van a temető. Egyébként írták, hogy kollabot kéne valakivel csinálni. Azt nem mondtam, de megkerestek minket egy podcastből, úgyhogy... Mi a neve a podcastnek? Majd elmondom. De azt nem mondjuk el?
Ja, de mondtam neked. Nekem mondtad, de az adásban, hogy... Ja, meghívtak minket egy podcastben, még nem írtam vissza, de majd visszaírok, mert érdekes témában keresek meg minket, úgyhogy majd meglátjuk. Sziasztok, srácok! Nem az a lényeg, hogy hányan nézik. Én a kezdetektől követek benneteket, imádom a sztoriaitokat, kb. Újraérem a gyerekkorom, hatalmasok vagytok, köszönjük. Mi a név? Köszönjük szépen, hol a kamera, ott a kamera. Bekő Dénes, köszönjük szépen. Köszi szépen. Ja, igen, igen, igen. Igen, 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 nagyon jó. Ezek a kommentek tartják igazából életben a műsort, mert... De baszki! Annyira szeretem a nézőinket, hogy annyira jó, hogy ezt beírjátok, én is ezt írnám be laikusként. De menjetek el a munkahelyetekre hétfő reggel, és azt mondja a főnök, hogy 380 ezer forint helyett most kerestek 60 ezer forintot, és miért mész el? Nem, maradj itt! Hát 60-at kapsz, 380 helyet! De azzal kell foglalkozni, hogy most nincsen pénz, majd egyszer lehet, hogy jobb lesz! Majd egyszer lehet, hogy jobb lesz, majd fut a szekér, most 60-at tudok-e adni, és ott maradtok... Tudod, milyen sokáig vezettek meg idegem? Ott maradtok két évig? Ott fogtok maradni két évig, amikor azt mondják, hogy 380 helyet, most kaptok 60-at? Igen. Nem. Mi itt maradtunk? Tudod, milyen sok idegem, amikor beszélni. Rádióba dolgoztam, hogy engem az induló rádióba? Hogy ezzel hány hónapig húzták, most ne, 12, napi 12 órát tettem bele abba, hogy egy másik reggeli, hogy minden nap friss anyag legyen, minden nap legyen, én legyek napra kész, szerkesztettem az adásokat, közben bejártam órákra az egyetemen, és másnap reggel 5-kor keltem, hogy 6-ra beérjek beköszönésre a rádióba, és a vezetőntől mindig, hogy nagyon jók vagytok, nem tudok most még annyi pénzt adni, amennyit érdemeltek, de ez be fog futni, és akkor majd a kolbászból lesz a kerítés is, meg majd 300, meg 380 ezer, de most csak egy 20-as tudok adni, hogy izé... És nem futod be. És kőgazdag volt a pasi, teszem azt hozzá, tehát simán, és akkor... De most ki kéne menni Mikulás ruhába a kárászra, és szaloncukrot osztani, nyereményjáték, a mínusz 10 fokba, hát ez ennyi, és kaptál 20 ezer forintot. Egy kérdésem van, fut még a szekér? Nem. Abban a formában, amikor én voltam benne, abban a formában nagyon régen megszűnt, beleolvadt egy vajdasági rádióba, és... Vannak tartalmak, amik el vannak rakva a hívva? Voltak, képzeld el a spot, nem a... Mi az? Mi a neve? Annak SoundCloud. A SoundCloudon. Ott fenn voltak adások, nagyon sokáig, évekkel ezelőtt is még megtaláltam, és most szerintem az is egy olyan portál, amit ha fizeted, akkor egy darabig ott vannak, és ez nem lett utána fizetve, és ezek törlésre kerültek. Pedig aztán ott pedig azt voltak olyan adások, hogy atya úr... Én egy adást hallgattam, amikor Gáborral voltál, de nem rémlik, hogy miről szólt, meg hogy mi volt. Igen, ja. Nem, azért voltak ott olyan agymenések, tehát ott három, tehát a formáció az nagyjából hasonló ehhez, ami... Egy beköszönést kérünk tőled. Emlékszel még a beköszönésre? Hú, várjál, mert többet is csináltunk. Csináltuk a hajnalhasadást, meg a... Mi volt a rádió neve? Retro Rádió Szeged. Wow. Volt az egyik, a másik az meg a civil hang. És az már egy konzervatívabb része volt a műsornak. Na, onnan távoztam nem túl elegánsan, mert megkaptam, hogy túlságosan is liberális nézeteket vallok a rádió arculatához. Aha. Képest, hogy ez egy civil, tehát itt olyan témákat, és ne haragj... Nem tudtam olyan témákra, ami ilyen annyira belterjes, ilyen... Gail. Ilyen semmi, Gail. Semmilyen volt a téma. Amíg szabad kezet kaptunk, és azt mondták, hogy csináljátok, csak legyetek jók, élvezze a hallgató a műsort. Addig tök jó volt. Amikor aztán belekezdtek nyúlni, hogy ez most ez most akkor kicsit keretek közé, nagyon jó, amit csináltok, de most egy kicsit több komolyság, több ilyen közéleti dologról legyen szó, ne legyen benne ennyi bulvár, ne legyen benne ennyi humor, na akkor úgy egy darabig még csináltam, aztán amikor már úgy voltam vele, én beleszarok az egész, nem, na akkor... Mi volt a nem túl elegáns elköszönés? Oda szartál az asztalra? Nem, ez úgy zajlott, hogy az akkori vezető,
azzal leültünk egy ilyen reggeli, egy adás utáni ilyen szerkesztőségi meetingre, és akkor elmondta azt, hogy innentől kezdve jóval kevesebb humor, jóval több információ, és egy ilyen információ. Informatív. Igen, de mégis ez, kerüljük a bulvárt, meg minden, és akkor úgy bele rábólintott mindenki, és mindjárt kapásból a másnap reggeli adásban sikerült elvenni olyan, a legszaftosabb, legfingós, szarós, bele húgyozós témákról beszélgettük, zokogtunk a röhögéstől, meg a hallgatók is, és akkor lement az adás, és már akkor hallottam, hogy jött be a vezér, és üvöltözött, hogy ki az a Nánási Zoltán, aki felülbírál engem, hogy én megmondtam, hogy miről legyen szó, és hogy mégse az, hogy ez mi volt ez, és akkor mondtam, hogy jó, mondom, te ilyen adást szeretnél csinálni, én viszont nem szeretnék ilyen adásban műsorvezető lenni, mert ez nem az én asztalom. Én, ha kell, tudok komoly lenni, szeretek is olyan témákról beszélgetni, de nem napi 4 órát. Aztán ezzel így el. De így azonnal, másnap szinten? Ne, ez konkrétan azonnal, tehát így én felálltam. Mivel magyarázták meg a rádióban? Nem magyarázták meg, beütöttek egy halál unalmas, tehát ez volt, nem volt megmagyarázva. Nincs, nem, hát nem kötelező. Nem voltak kérdések? Biztos, nyilván voltak kérdések, de... Igen, amikor valamit felülről irányítanak. De igen. Igen. Ezért nem szoktak ezek működni általában. Azért mondom, hogy én imádtam csinálni. Tehát mondom, 12 órát nem voltam fáradt, este 10-ig. Mennyi ideig is foglalkoztál, meddig csináltad? Két évig. Két évig én ezt De csináltam. Két évvel keresztül mikrofon előtt voltál? Uh-huh. Hogy kezdted? Az egyik főcis haverunk, ő már benne volt a rádiós bizniszben, és keresett, jó jár, Dani, jó. Nem tudom. Nem, biztos, hogy ismered látásból. Biztos. Na mindegy. És ő szólt nekem egyszer, hogy figyelj Zoli, van egy ilyen lehetőség, te úgyis szeretsz dumálni, tök jó fej vagy, nincs kedved beülni. Hát te figyeljünk, mert csináljunk. Az első munkanapod az volt a mikrofon? Uh-huh. Mert én nem félek, nem fijedtem meg, nem vagyok zavarba, nem szoktam ilyenektől megijedni, és akkor úgy be is. És rádióbarát a hangom, ezt van, én amúgy utálom visszahallgatni a hangomat, mert gyűlölöm a hangomat visszahallgatni, tehát nem ne zavarja a fülemet, de azt mondták, hogy rádióbarát hangom van, nem félek, nyíltan merek dumálni, tök közvetlen vagyok, meg minden, és akkor úgy szépen így ment előre az egész, aztán egyik pillanattól a másikra ott voltam, hogy főszerkesztőként, hogy akkor kerítsek magam mellé két embert még. Mi volt a haveroddal? Haverom elment, mert ő neki ajánlottak egy pénzes állást, tehát ez... Mert jól járt. Igen. És végül jól járt? Jó. Hát a Rádió 88, a Szegedi Rádió, az volt az, ami... Aha. Igen, ami ilyen rendes frekkis rádió volt. Igen. Na, hát ő oda került be műsorvezetőnek végül. Rendesen. Most is ott van? Szerintem igen, a rádiónál van azóta is. És akkor kaptam egy lehetőséget én is, hogy akkor kerítsek magam mellé két embert. Várjál, hogy fura is lett volna, ha megijed egy Mikitől. Ne. És sikerült annyira jó csapatot összerántani, tehát egy bölcsész hallgatósrácot, a Balást, aki egy nagyon intellektuel, nagyon jókat lehet vele ilyen értelmi dolgokról beszélgetni, de mellette a gusztustalan alpári humorban is benne van, csőstől. Tehát ez az ülünk, és akkor ez a farhát krémleves, meg ilyenek, szóval most csak mondtam valamit, meg így. Tehát hogyha vissza lehetne hallgatni, és bánom, hogy nincs meg, tehát olyan adások, tehát így ülünk, és akkor a harmadik meg egy lány lett, egy média szakos elsőéves lány lett a harmadik műsorvezető. Hát ő meg ugye ő volt a naíva a csapatban, tehát őt lehetett így nagyon, tehát így mi hárman olyan műsort csináltunk, hogy így, hát mondom, hogy volt olyan, hogy Szegeden megismertek a kocsmában lenn, péntek este, sakár részeged ülök, és jönnek, ekallották a röhögésemet, és te vagy a Nánási Zoli, azt mondja. Akkor még így ment a rádióban, ismertek meg. Még a social media előtt. Így nagyon baromi jó volt, és élveztem, imádtam csinálni. Tehát nem teher volt.
Igen. Igaz, hogy egy fillért nem kaptam érte, de mégis maga az élmény annyira, annyira jó volt, és tényleg, ha lenne lehetőségem, rá simán vállalni itt ilyen munkát. Valaki kérdezte pont az előbb tőlünk, hogy csak a pénzért csináljuk-e. Szerintem ő nem néz minket, mert hogy... Nem lennénk itt, testvérem. Mert hogy mi ebből nem keresünk pénzt, ezt nem tudom, mondtuk-e már egyébként. Tehát, hogy ami, az a pénz, amit ebből kerestek, ami, azért az... Ami ebből jön, ez a ebből pénz, az ugye egy része az ugye megy nekem a járulékomban, mert ugye ebben az egyéni vállalkozásomban. Egy kis még, a vadindián se nem, még a vadindián se nálam csörög. Meg amikor veszünk ezt, azt, amazt, meg elrakjuk. PP-be megy. Meg el van rakva valamennyi pénzünk, hogyha véletlenül tönkre vagy a kamera, vagy valami tönkre megy, akkor hozzá tudunk nyúlni. Ez most egy pár százezer forintról van szó. De hogy ebből mi nem... Csak a pénzért. Ebből mi akkor vettünk ki pénzt, amikor elmentünk, a videózásba. Amikor elmentünk Erdélybe, akkor vettünk ki pénzt belőle, meg amikor kajáltunk a Balatonon, meg most idén, amikor szintén a Balatonon kajáltunk, meg iszogattunk belőle. Ja. És igazából... Egy görbestét kifor. És tehát, hogy ha pénzért csinálnak, akkor... A hülyének is megéri, viszont az a hold az rohadt szét. Ha pénzért csinálnak, akkor nem csinálnak. Nézd már azt a holdat! Látom, nagyon jó. Ember! Látom. Nem nézted egész jól. Hívják. Látom. Ja. Vérhold. Úgyhogy nem. A dollár bal oldal, a dollárai a farzsebbe mennek. Igen. Igen. Dave világát hívjátok meg a podcastba, biztos eljönne. Ja. Dave világát. Nem, nem jönne. Egyszer már szegényt leoltottam. De... Nem jönne el. De amúgy ránk írt, azt mondta, hogy nincsen semmi gond. Nem jönne el. Hát neki miért érné meg eljönni egy ilyen podcastba, nem tudom. Gyártok-e valami követhető tartalmat? Hát olyat, amire ennek te gondolsz, olyat nem. Ugyanezt tudom mondani, amit Kolosék, iszonyatosan sokat dolgozom én is, hétfőtől péntekig, sőt, ez gyakran, a még, rohadt jó volt, bazd meg. Gyakran még szombaton is dolgozom én is, úgyhogy... Mit ettem? Úgyhogy nem igazán, ha lenne rá időm, meg olyan dolgaim, nagyon szívesen gyártanék én is tartalmakat, de sajnos a tartalomgyártás jelenleg kimerül a szombatesti görbe. Ott tartod, ha elkezded gyártani, én megyek vágónak, ha tudsz értadni pénzt. Ja. Igen. Szívesen is megvágom, csak nincs időm. Mondta, hogy nagyon szívesen megvárná a vadindiánt, adásonként egy 20-as. Én nagyon szívesen, én nagyon szívesen gyártanék tartalmat, tehát volt is rá ilyen kísérletem, hogy esetleg föléleszteni ezt a műsort, amit csináltunk, tehát ráírtam a haveromra, hogy ő benne lenne, de ő neki az ott a felesége lett, gyereke lett, nem is ebbe a körbe mozog. Egyedül nem akarnék ilyenbe belevágni. Egyedül nagyon nehéz. Egy idő után ellaposodik. Ezért mondom, hogy egyedül meg még nehezebb. Nem az, meg az, hogy három embernek három külön élete van, de egy ember meg kevés. Igen. És amíg nem keresel belőle szemmel látható összeget, amit nem tudsz felmutatni a családnak, nem. Addig azt fogják mondani, hogy oké, ez szórakozás. Nem, ez nem pénzkereső forrás. Hát ez az. Jaj, de nagyon lementünk, hogy valami boldog témával zárjuk le az adást. Nézd már meg a megtekintéseket, kíváncsi vagyok. Hova mentünk le? Hát 157-en néznek. Ja, nem, a izébe, ja. A témákban mentünk. De hogyha ez kell a népnek, nézd meg. Tényleg jó sokan néznek. Na oké, akkor mehet a deep. Miért nem alszatok? Paraszkodjunk egy kicsit. Na, hát és még arra ki se tértünk, hát holnap nagy nap van. Mert Magyar Péter megint, tüntetés. Megint lesz. Egymásnak feszül a két nagy arc de jelenleg. De nem tüntetés lesz, hanem... De nem tüntetés lesz, de mégis baszki. Az egyik oldalon ott van a kordonokkal védett, csak személyi igazolvánnyal, meg előre regisztrált e-mail címmel tudsz bemenni a millenárisra. Hol lesz millenárisra? A millenárisra. Egyik meg az nem mer kiállni. Nem mer kiállni, nem csinál olyat, mint amikor lebontotta a kordont 2006-ba. Nem mer kiállni a szabad nép elé. Az milyen durva már amúgy? Az de, elég durva. Igen. De nem az, nem, az nem most kezdő, nem, de ne fossál már ember. Ez egy perfekt minőségű mikrofon. Nem is hallgattad. De én elhiszem tehát neked, azért, hogy ez egy perfekt minőség. Azért ez milyen már? Tehát egy 14 éve hatalmon lévő államfő nem mer kiállni az emberek elé. Pontosan azért, mert 14 éve. Limitált közönség előtt. Ez mi van két limitált, mágnes? Ellenőrzött közönség előtt. Dupla mágnes van alatta. Míg ott a másik, aki meg majd figyeld meg, hogy megint csinálja. Ja, és közben SMS-be toborozza a népet a izére. A holnapi rendezvényre. Orbán Viktor? VV. OV. A Döbrögi. Mi? Orbán Viktor. SMS-be. Hát a híveinek. A híveinek. A híveinek. Bekapcsolt a telefonom, bazd meg. Benne vagy egy... Prilabon merül. Benne vagy egy izébe. Benne vagy a rendszerben, és a rendszerben tudják, van háromkörös azonosítás, vagy ja. Nem háromkörös azonosítás, hanem háromkörös
Igen, így van, van az első körös, az a perfekt hív, van a közepes, aki hisz benned, szeret, de nem nagyon aktív, és van a harmadik, aki le se szar. És akkor ezt a három bázist, vagy lehet, hogy már négy vagy öt bázis van, nem tudom, és akkor ezeknek a bázisoknak, akik tudják, hogy reagálnak, vagy tudják, hogy mozgósíthatóak, azoknak megy egy kör e-mail, vagy egy kör SMS. Én amúgy gondolkozom rajta, hogy holnap kimegyek. Hát én kimennék, ha nem kéne dolgoznom egyébként. A mai napig nem vittem el neked, Kolos, a mai napig nem vittem el adásba, de be volt készítve. Van egy Orbán Viktor által dedikált, jó, nyilván nem személyesen aláírva, egy születésnapi köszöntői levél, borítékban küldték el az egyik hívőnek, az egyik elsőkörösnek. Az elsőkörösnek küldik a levelet, hogy boldog születésnapot kívánok, köszönjük szépen eddig is. Na, szóval ilyenekből maradsz ki, haverom. Amikor a nagybabám Isten a 90-et betöltötte, két évvel ezelőtt, akkor ekkora nagy A4-es lapon írt, hogy boldog születésnapot kívánunk. Igen, Orbán Viktor. Orbán Viktor személyesen küldte. Na mondtam a nagymamának, tessék, mondom, ennél jobb vagy születésnapi ajándékot nem is kapott a keretesztestbe. És én fideszes volt mondom. Hát szerinted? Abszolút nem. Egyáltalán nem. De hogy is? Utálta a Viktort, mert lop. Jó lenne elmenni amúgy, csináltam belőle videót is, mert azt úgyis sokan megnéznék. De én amúgy készülök ki holnap, 3-kor kezdődik? Addigra bőven fel tudok kérni. Kíváncsi lennék. De hol lesz ez? Hol volt ez a megmozdulás hirdetése? Fönn van mindenhol, a Magyar Péternek az oldalán is, a Tiszapártnak az oldalán. De ez egy ilyen megemlékezés? Hát tulajdonképpen október 23-ai gyűlés. Lesz egy beszéd, ugyanúgy, mint a többi. Igen. Most október 23, gondolom, el fog hangozni sokszor. És most megint mennek majd a drónok, hogy melyiken voltak a többen. Hát de ezek a millenáris onnan nem fér el annyi ember. Nem, hát. De majd ott is lehazudják. Ez, százezer ember volt a millenáris parban. Bírtam amúgy az a legdurvább, hogy fél évvel az esemény után jött velem szembe egy kamerafelvétel. Zoli, ott a Alföldi Dan írja. Na. Beszélj vele. Egy kamerafelvétel. Mindegy, akkor majd elmondom, hogy visszajött Kolos. Magyar, én figyelek, csak meg. De az nem olyan. Na mindegy, szóval az a legdurvább az egészben, srácok, hogy propaganda, meg háttérkormány, meg árnyékkormány, hogy... De várjál, hogy fél év kellett ahhoz, hogy szembe jöjjön velem a megvilágosodást adó kamerafelvétel. Volt egy pesti belvárosi, minek hívják azt a köztéri kamera, köztéri kamera, amin felvették a Magyar Péternek a vonulását, a nagy tüntetése, bazd meg. Timelapse-be volt, gyorsítva. 10 percig néztem, hogy megy a tömeg, hömpölyög, és fél év kellett az, hogy ez velem szembe jöjjön. Ott rengetegen voltunk. Mi is ott mentünk el. Igen. Ott legfrekventáltabb helyen, ottól mi is letértünk balra, ott volt egy köztéri kamera, ami fölvette az egész hömpölygő tömeget. Gyorsítva 10 perc. Jó idő lesz. Gyorsítva 10 percig néztem. Holnap igazi tüntetős idő lesz. Igen. 20 fok lesz, jó idő, minden, ott tömegek lesznek valószínűleg. Gyalázat. Kíváncsi leszek rá. Ja, majd nézem a Partizánt, meg minden. Amúgy az új szuverenitásos konzultációs kérdőjét, ha megkapjátok, elégethetnétek a pusztában. Csúna, ne idegesíts ezzel. Ez már megint nettó pénz. Most mit akarnak? Kell-e az 1 milliós minimálbér? Kell. Ez a kérdés. Ezek lesznek benne. Miért nem csinál olyat Magyar Peti, hogy azt mondaná, hogy hackeljük meg a rendszert, és mindenki küldje vissza, úgyhogy ilyen fasz válaszokat. Ne adj neki ötleteket, mert szerintem van egy ilyen a tervevével, nyilvánvaló. De ez megint nettó, tehát ez 4 milliárd forint pénz kidobás. Megkérdezik, hogy szeretnénk-e jobban élni? Igen, amire úgyis egyértelmű választ fogsz adni. De eddig is egyértelmű válaszok, egyértelmű kérdéseket. Egyértelmű. Én azon röhögtem, hogy tegnap a Manfred Weber, ugye a néppártnak az elnöke, az megint felszólította az Orbánt, hogy ideje elmenni. Ideje átadni a stafétabotot, és hogy ki tudnak valami, miért beavatkoznak. Hát ez nagyon durva. Beavatkoznak a magyar, majd a magyarok eldöntik, hogy mikor kell nyugdíjba menni Orbán Viktornak, ez a Fidesz reakciója. Az EP-ben nagyon durván... 5 évvel kellett volna menni. Folytassa. Van az 8 is. Nagyon durván beoltották az EP-ben egyébként. Jó, ez nagyon durva volt. Tehát hogy kapta az öreg az ívet, de viselte, de oda, mint a kell. Hogy ne viselni? Azért mi ebbe a szerepbe tetszeleg már hónapok, évek óta, hogy ő a meg nem értett Jenny. De aki most már nem működik. De még mindig azért nem esett ki a szerepéből. Azért nem esett ki a szerepéből, azért nem vágott vissza, azért tartotta a jó művelt,
politikust, akit mindenki betámad, mivel most neki ez a koncepció, amit föl kell venni, ez az arculat, hogy a meg nem értett Jenny, aki amúgy közben öt dimenzióban sakkozik. És ne azt figyeld, hogy mit mond, hanem azt, hogy majd mit csinál. El fognak fogyni a Fidesz szavazók, előbb-utóbb az a helyzet. El fognak fogyni? Egyszerűen kiöregednek. Nem. Aki ismersz olyan fiatalt, nem az, persze, nem az, nem az, élünk, mindig azt mondják. Nem az, Kolos, nem az, hanem mindig a tömeget kell figyelni. És most Magyar Petinél van ott van a gravitáció. És mindig az erőnél van a gravitáció. Schumachernek sem azért drukkoltak annyian, mert annyian szerették, hanem mindig annak drukkolsz, aki nyerni fog, vagy aki esélyes, és oda gravitálnak. Most néztem egy elemzést a hétvégén, hogy itt ez a választás 26-ban, ez nem arról fog szólni, hogy Fidesz vagy Tisza, ez Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Nyilván, de ez, erről fog de ez már eldőlt. Oda gravitálnak az emberek, és simán. Hogyha ezt nem tudja elbaszni, nem tudja, nincs ez a forgatókönyv, amit el tud baszni. Farhát Ádám oda is figyelt, hogy zaklatja fókuszcsoport Ádám családja tényleg. Azt Dani szokta mondani, nem az a Dani, a másik Dani, hogy ő szokta látni a munkahely előtt, hogy a Farhát Ádám zaklatja az embereket, így oda megy hozzá egy mikrofonon és ilyen fasságokat kérdez. Én azon csodálkozom, hogy azt a csávot mi nem verték orba. Úgy az, hogy nem verték meg. Nagyon, nagyon, nagyon. Azért nem jött le hozzánk. De várjál már, te azt látod, mit művelt a legutóbbi Magyar Péter megmozduláson? Felvette a Tisza pártnak a logóját és ment oda rage-elni az embereket. És kérdezgette, hogy ő a Magyar Péter tudósító. Aha. Őt meg fogják egyszer venni. De ez konkrétan megtörtént. Fölvett, felragasztotta magára a Magyar Péteres logót, felragasztotta, és ment, hogy ő a Magyar Péter, mit tudom én, mi újságíró, vagy valamilyen szarságokkal ment oda. És érted? És akkor amikor lebukott, mert körbefogták, és lebuktatták, hogy bazd meg, te ki vagy. Jó, akkor most nem várt be. Jó, csak akkor... Hogy élsz még? Hol a kamera? Téged még nem vertek orba? Te Belpesten nem jársz sehova a Belpesten kívül? Csodálkoznál, testvérem. Nem. Náluk az ilyen emberek nem nagyon mentek ki az iskolából. Nem, igen, az ilyen emberek azok már behúzták fülüket, farkukat egyébként. Falu helyen az ilyen az nem... Nálunk azért kevesebbén is vertek már embert. Nem véletlenül nem mertő eljönni hozzánk a podcastbe egyébként, amikor elhívtuk. Azóta se. Egyszer mi találkozunk vele személyesen. Kérdezik a Kék Túra projektet, Kolos. Ne kérdezzetek ilyeneket. Amikor Laci szokta mondani, nem szeretem, amikor azt mondja, hogy meghalni sincs időm, de... Most körülbelül az van. Hát körülbelül. Most a természetjárás ez nekem abban testesül meg, ugye, hogy amikor hétvégén te túrázol, Noémival elmegyek valahova túrázni, igen. Így is többet megyek ki, mint eddig, mert most ennyi tudok kipréselni a dologból. Egyszer biztos fogok még kék túrázni. Alakulnak a dolgok, máshogy alakulnak a dolgok. Még mindig szeretem csinálni, csak most kicsit más szakasza van az életemnek. De be fogom én egyszer fejezni a két túrát, hogy terve van. Meg szeretnék én többet mozogni. Nekem az a végső célom, hogy valami olyasmit csinálni, hogy a mozgás, és abból valahogy meg lehessen élni. Nekem az egyik nagy álmom lenne. Ezért nem gondolkoztál még, hogy ezt megcsinálni? Melyik az, amit ott Spanyolországban túlna? El Camino. Persze, mindent szeretnék megcsinálni majd egyszer. A hozzászólások csak a alkalmazáson belül vannak? Lacinak igaza van. Igen. Használj már a YouTube alkalmazásba, az meg panaszkodott, hogy nem működik a YouTube. Aztán kitalált, hogy a böngészőből használja. Jó, hogy nem működik. Ura azért. Szerintem, srácok, lassan menjünk. Most akarom letölteni ezt a szart, hagyjál már! 9:30 akkor azt mondod a feleséget. Jó, YouTube. Farhát Ádám az nem rossz korban született, úgy néz ki, mint egy hollywoodi. Kokos rendező a 90-es években. Kokos! Tényleg. Nem szabad nevetni embereken, meg kinevetni. Lesüllyedünk a szintjére. Nem jó. De rossz. Nem jó, jó. Fitness, OnlyFans, abból lehetne pénzt tenni, Kolos. Igen, az igen, jó. Nem muszáj az arcodat kutatni. Beöltöznek ilyen cicconadrágba. Igen, és akkor úgy nyomom, ilyen kantáros cicconadrágba. Fúj! Menkinibe. Menkini. Az jó lenne. Na, srácok, Laci még ráír, azt írja Kriszti. Na, ennyi. El vagy engedve? Miért én? Mit csinálsz? Ugyatok már. Valaki éppen mászta a feleségem, mennem kell! Laci ráérsz, nagyon fel. Fú, te! Na jó, most megyek. Ugyatok egy pálinkát. Elmegyek pisilni, srácok, mindjárt jövök. Ugyatok egy pálinkát, mondták az előbb. Jó. Bázz meg, hát pofám leszakad.
Ja, nem maradunk túl sokáig, mert nekem is holnap sajtot kell csinálni. És hűl a levegő. Dolgoznom kell, meg hideg is van egyébként. Milyen pálinka, mi van? Hát ígyetek pálinkát. Már elfogyott. Mi az, hogy elfogyott? Még én is akartam otthon inni egyet. De hát még félig volt, csak nem fogyott el, nem. Kütyű, te volt a népnek, ezt ide szántálj. Aha, annak az egy embernek majd elküldöm Isten. Na most nem lesz kicsit te jó, mert nem hozott Laci semmit szerintem. Amúgy sem mutatnám be. Ott én nekem is pálinka van, bakker. Ja. Amúgy sem volt sok. Nem, félig volt csak talán. Á? Fugom, nem volt félig. Rohadt. Ne egy... csak egyet, azt írja Unikum. Egy harmadik volt. Anyád, az pupacsra öltötte Laci. Arra lejt. Aha, igen. Macska kaját. Na. Jaj, begecsőt, nem létező mellizmom. Ah, egészség. Egészség. Egészségetekre. Hú, ez a leves, ez most rohadt jól sikerült. Én még ilyen finomat nem ettem, pedig ezt szoktam eddig is enni, de ez most rohadt jól sikerült. Mit? Mit raktál be? Ugyanazt, amit eddig. Ja? A, hát az megégette az oldalát. A nézőtől kaptuk a smack levest amúgy. Ja, igen. Ami nekem megéri a PP-be, az a egy doboz smack leves, amit kaptunk. Hát meg annyi mindent kapunk egyébként. Persze. Annyi. Innivalót. Válasz a kérdésre, nem minden pénzbe mérhető, szóval. Ja, tök sok ajándékot kapunk egyébként tőletek. Van, aki söröket küldött díszdobozban, meg mindenféle. Van, aki egy, alig 160 ezer forintos órát. Igen. Na. Igen. Nem feltétlenül honimoniba kell mérnia. Van, akitől zoknit kaptam, zoknit is kaptam már. Ja, szóval... Ja, de amúgy az a gáz, hogy mondja, általában minden kolosnál fékel, és általában nem szoktunk vele találkozni. Hát az egy... Úgyhogy... Meg kell vámolni valahogy, meg kell sarcolni a dolgokat. Úgyhogy Kolos mondja, hogy mindenki kap mindent, én meg nem kapok. Hát igen, te pénzt nem kapsz, de attól függetlenül az összes sör nálad landol. Csoki, ropi, keksz. Jó, van, te nem zokni, nem ehetsz sört, meg nem zokni. Ehetsz, nem ehetsz ilyeneket. Ja. Ember, minden kolosnál fékel, megzobáltam ilyes óta, nem bódítunk kaja. Ezért kell Kolosnak egy nő, hogy ne zabáljon fel mindent, amit azonnal megkap instant. Írja Narvahun, hogy sok magyar petis videónak mi vagyunk az elején. Igen. Észre is vettem egyébként, hogy Budapesten főleg nagyon sokan így, tudod, így néznek rám. Fölismernek? Valószínűleg gondolom. Látod. Csak nem tudják, hogy hova rakjanak, és csak azt látom sokszor, hogy így néznek, és nem tudják, hogy mi van. Szóval ezt tudja, onnan van egy 15 perc hírnév. Hát azok ott még minden magyar petis videóval. De miért? Kb. Hát mert... Csinosak vagyunk, fiatalok vagyunk. Igen. Kéne. Annyira kár, hogy nem látszódik a Puszta Podcast felirat abban a videóban, az meg. Pedig direkt feltem a puló. Azért vagyunk rajta, mert vidékiek vagyunk, fiatalok vagyunk, és intelligens fejünk van. És igen? Intelligens fejünk van, azon a képen legalábbis, és ezzel akarták szerintem promotálni, hogy falun sem mindenki Fidesz szavazó, és kiöregedett. Kérni kéne a piárosainak, hogy már kaptuk annyi szart miattatok, akkor valami honoráljátok már valamivel, egy kis pöti pénzzel. Ja, nem is pénzzel, egy videóval Magyar Péterrel. Egy interjú. Jöttek egy podcast-tel Magyar Peti. Szerintem azt simán le tudnátok szervezni. Ja, ezért befenyegetnék őket, hogy de ott vagyunk minden videó elején, jöttek egy podcast-tel. Nem a fenyegetésre gondoltam, szerintem simán benne lenne. Az a csávó. Egy interjúba. Hidd el, hogy benne lenne. Simán. De persze, simán. De az a csávó, amit most pörög. A 130, azért mondom, a 100, hogy 190 százalékon pörög. Nem lenne egy utolsó dolog dobni egy e-mailt. Az úgy ég, mint a fákja. De ott olyat kéne csinálni, amit még nem csinált más. Tehát ott nem politikáról kéne beszélni, ilyesmiről, hanem... Hanem az új cipőjéről. Mit tudom én? Tehát az túl uncsi lenne, hogy elhívnád, és elmondaná ugyanazt, hogy izé... Ezt aláírom ebben a részben. Csinálnánk egy PP adást, hogy ki vagy te, Magyar Péter? Mi az ősélményed? Nyilván elkerülhetetlen lenne egy rész benne, ami a politikáról szólt. Nem, amúgy lehetne egy olyan adást összerakni, hogy mi az ősélményed a Fidesz-el kapcsolatban. Ez a csatornára károsabb lenne, mint amennyit használna, tudjátok miért? Mert utána rászállnának. Nem. Azért, mert ott hirtelen nagyon megugranánk, és lenne kurva sok feliratkozónk. Nagyon sokan megnéznék azt a videót, és a többit azok az emberek nem néznék meg. És ilyenkor tudod, mi a gond, hogyha van. Mit tudom, jönne mondjuk... De feliratkozó nem lenne? De. Ha jönne, egy videó miatt? Persze. Uh-huh. Hát egy olyan videó, Laci, azok benne nagyon sokan. Jó, mondjuk múltkor 80 feliratkozó volt a Magyar Péter miatt. Igen. Köszönjük és szépen! És yes! Valaki itt van onnan? Valószínűleg egy ilyen videó károsabb lenne a csatornára, mint amennyit használ. Mm. Úgyhogy azért ilyeneket is számításba kell venni. És Magyar Peti volt a borítóképen, beszéltünk róla 10 percet, és plusz 80 ember. Persze, igen. Ok.
Úgyhogy van Békési Szála családjában. Szalonnát süthetnénk Petivel? Na igen, azt mondjuk adnám. Anyád, ki jönne? Itt ülne mellettem a Slim Fit gatyójába. Az avokádó, Slim Fit Jesus. Zoli, te is jössz akkor? Azt te is megnézed akkor? A kurva picsába. Azért, bazd meg, ne. Na. De nem tudom képzelni itt ül mellettünk. Azért, nem egy rossz faszi. Hát azért úgy... A női szavazóban is ez elég nagy szerintem. Érett 40-es, de letagadhat egy jó pár évet belőle. Egy tizet. Egy tizet simán. És bazd meg azért nem néz ki rosszul. Azért úgy... Hát az kell úgy, is egyébként. Úgy. Jó. Tehát ránézek egy Orbán Viktorra, és nem az jut eszembe, hogy Az se. Nem, mert gusztustalan a személyisége. Ez Szijjártó Peti az egy... Egy nem. Féreg. És bocsánat. Ne, ilyet nem mondjunk, de úgy igen. És mi a véleményed a komájáról, aki benne van a... Az a szín... Gulyás Geri. Az se. Hm? Én azt hittem, az izére gondolsz, az alelnökre, arra a srácra, aki színházi... Mi a neve a Tisza párt alelnökének, aki ott szokott vele ülni. Egy ilyen magas, vékony srác. Kopasz? Nem. Mi az izé? Valaki mindjárt megírják a csehát. Petivel? Igen, mondja, írjátok már meg, hogy ki az a srác. A színész életből, színházi életből. Az a göndörhajú? Nem göndör, ilyen fekete barna hajú. Az a nagy hangú, aki mindig felszól. Nem, ez egy nem a színészre gondolok most, aki minden, hanem aki a Tiszapártnak az alelnöke. Nem tudom, ki az alelnöke. De amúgy beírod, szerintem megmondja a net. Mert nem a net, hanem a net. Mi van velem, mert ő jó csávó vagy mi? Nem rossz, faszi. Azt írják egy fehér, az a fehér cipős lesz. Az. Fehér cipős? Nem Tarzoltán. Nem. Ő a lelkész. Hú, anyád! Milyen fekete füst jön. De durva, ez miért nézik ki a kamerába? Nézzétek már. Ja, látom. Durva. Csináljál már egy izét. Kolos, csináljál. De nem, az árnyékom. De Kolos, csináljál már egy black screen-t. Nem tudok black screen-t csinálni. Mi nem? Hát mert hol látsz itt black-et? Ja. Mindjárt megkeresem. A pálinkás üveg mindig tele van. Jó van, majd még iszunk adás után. Ismerős, hogy Balatonnál egy büfében sörözött vele, le se esett neki hirtelen. Anyád, sörözött vele? Ennyi, ki kell klippelni neki. Jó. Tedd meg! Tényleg kiklippelhetjük amúgy. Aztán, de az, hogy bejelöljük a short videóban. Megtaláltam! Írtál rájuk. Ez az. Ki ez a csávó? Én nem tudom, ki ez. Valaki írja már meg. Mindjárt megvan. Azt mondja, hogy... Radnai Márk. Most írták. Na. Ezért az mi? Na. Jó. Én nem vágom. Bevehetnének egy édes. Csak beszélni kell velük akkor. Csak beszélni kell velük. Azért, na. Ja. Azért. Hát. Nincs hideg, srácok, de rohadt hideg van. De. Szerinted miért ülök így? Rohadt hideg van, lassan megyünk is szerintem. Very, very behind the scenes. Mit csinálsz? Nem, elmondok valamit. Ja, akkor a mikrofont ha hallatszódok, nem? Hát keresek valami zenét a végére. Jó, az jó. Very, very behind the scenes tartalom. Kolos megpróbálta felvenni a kapcsolatot, Magyar Péterékkel. Aha. Választ sem kaptunk. Hát még az a legelején volt, igen. És kaptunk választ? Nem. Most kapnánk választ? Ott vagyunk minden videójuk elején, bazd meg. Jó, de akkor is kell egy olyan cím, amit elolvasnak. Hát, ja. Az e-mailben, mert Kolos még a leges-leges legelején írt nekik egy e-mailt, hogy szeretnénk vele csinálni egy pár perces interjút, ami végül sikerült. Ja, Instán is írtam. Ami végül sikerült, és sehol sem válaszoltak, mert annyira el vannak havazva, annyira csinálják a cuccot, hogy így esélytelen. Ez még nagyon az elején volt, az országjárás legelején. Akkor még valószínűleg nem is volt ember, aki ezeket... És szerintem az országjárás az jövő nyáron... Kolos, akkor írjál rá, hogy figyelj, most már kell valami közös tartalom, hogyha minden egyes borítóképen ott vagyunk. De mit csináljunk velük? Vele pont ezt mondom, hogy... Szalonasütés. Valószínűleg rosszabbat tenne a csatornának, mint... Szalonasütés. Én tartok az ilyenektől, nem tudom. Látod így is, bármilyen videóban benne van Magyar Peti, kurva sokan feliratkoznak, és mennyivel nézik többen a videóinkat? Semennyire. Én ezt értem, de mint, azt is meg lehet játszani... Szellem. Tudom, de azt is meg lehet játszani, hogy... Nem tudom.
Nem teszed ki Magyar Petét borítóra. És megnézzük 1500-an Magyar Petének a legkisebb megtekintési videója lesz ebből. Üzenik Kolos, hogy olvasd be, hogy Szabolcsban villanyszerelést vállalunk csapattal. Ne! Piki 83. Kezdődik. Piki 83-at keressétek meg. Nem már! Ez a legalja. Szabolcsban villanyszerelést okay, ez. Piti 83, Somogyban nem jössz hátári felsmérőt beszerelni? Keresztül. Jó, rendben. A születésnaposoknak a beolvasása, hogy boldog születésnapot kíván, meg hogy ez ilyen abszurd. Abszurd elkapcsolási faktor. Petivel indítani az MTZ-t hajnalban. Na ne! Kivinni az erdőre. Anyád! Oh, the solution! Ja, mindenképpen. Hülye vagy! Azt a fát nem elégetném. Nem elégetném. Is benne lenne. Szobrot csinálnák Petiből. Az a legdurvább, hogy egy streambe, egy ívós, bebaszós live-ba. Anyád, azt nem vállalná. Nem, a fasz nem! Hidd el, hogy bevállalná. Az a faszi, hát aki elmegy az ötkerbe bulizni. Amúgy viszont szerintem izét alkohollal még nagyon nem... Hát el, faszt, pesgőztek, amikor igen. A szavazás volt. Igen, tényleg. Azért mondtam, kapott hogy... is érte. Á, hülye vagy a propaganda, minket másnapra felgyújtana. A PP... A PP... Kolos, nem kéne a megtekintések meg a feliratkozások miatt aggódni, mert a halvában halna meg a csatorna. Hát figyelj már. Na, most csak másnapot lennének. Hát szerint a tech. A tech vinnél a gépedet. Elvinnék a meket, fia, hogy kis nincs fizető. Hát ez az. A Böriből meg nem, Böriből meg nem úgy ketyeg a izé. A tőlesztő. Csúszik a szappan. Anyád, másnap be lennék csukva, hülye vagy? Na, gyerekek. Zenéjünk. Keresek valami zenét, amit be tudunk rakni YouTube-ra is. Úgy is le fog tiltani, de... Nem, izét rakunk. És megint fekete. Soha többet nem fogom megtakarítani, nem érdekel. Az mehet az. Soha többet. Úgyhogy azt mondja, hogy köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, ma este. Ja, kösz szépen, tök megérte. Nagyon szépen köszönöm, én is örülök, hogy itt lehettem. Jól éreztem magam. Beteszem magát, hogy el is köszönöm. Legközelebb azért egy májusi live-ba is eljönnek. Amikor jó idő van? Igen. Ja. Melyik ez a szám, ami, melyik számot rakjuk, mindjárt megkeresem. Itt van 3 zeneszám. Cella Podcast. A használat. Cella Podcast. Ez jó lesz a végére? Jó, tökéletes. Az nagyon csicska. Ez ilyen lesz a zene. Kolos, nagyon csicska. Ilyen lesz. Ne, írd már be, hogy... Laci, ez a YouTube, itt nem lehet csak úgy beírni, mert letiltanak a fazba. Itt izé nem lehet csak úgy zenébe. Várj. Kolos, ennél semmi is jobb. Na, itt már megy a zene. A tromb, a harsonák is! Ez igen! Még soha nem fingottuk be a adásba! De ki fingott? 100 méterre! De ki fingott? Ember! Mi az a bokám kifordult! Persze! Mondom, hogy recsett a bokám is! Na és most ugrik fel a nézettség egyből, hogy a fingos résznek! Köszönjük szépen! Tudjuk, hogy mi kell a népnek. Na, Magyar Peti, hogy eddig még jött, gondolkozott rajta. Belefingik élő adásba. Na, ide nem jövök. Hülye vagy. Már is ül bele a fekete, lesötétett kis buszba. Izé, 11 órára itt van. Jó van, gyerekek. Ez nem az volt, hogy megtűnt. Égi harsonák földrengést jeleznek. Néha látszott csal. Megyünk gyerekek, kösz, hogy itt voltatok. Köszi. És akkor kösz, hogy itt voltál, Zoli. Nagyon szívesen. És akkor majd folytatjuk jövő héten. Ja, kösz szépen. A YouTube nézőknek mondjuk, hogy holnap lesz majd kint az adás, amit Lacival tegnap vettünk föl. De minek? Most kicsit keverve lesz a téma, de ja, úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, és akkor megyünk. Ja, kösz szépen. Csá. Thank you.
Visszahallgattuk a filmet, ez eléggé behaladszik, szóval. Nem az a legnagyobb, nem az a legszomorúbb, én most sírok, mert ez az adásnak a fény. Ugye? Egész ezt a nyögvegyel erre a végére jön a... Egy rohadt fingét. Csúcsra értünk. Kezdi sírok. Még egyszer visszám. Na, jó van, megyünk. Amúgy mondom, recsent a térdem, meg a bokám. Ezt meg klippeljetek már ki, ezt a fingását. A pépi első fingás. Azért 4 évet kellett rá már. Ez a, mint a Sebestyén Balázs fingás videó, mert annak is van valami, hogy belefingik én adásban. Na most tényleg? Lesz Lacinak is egy fingós videó. 4 évet kellett várni. 6000 megtekintés. Az első hang hallható fingon. Jó, ha megyünk tényleg, mert 10 óra van. Köszönjük, folytatok, és akkor találkozunk majd jövő héten. Szavaztok! Csá. Sziasztok! Csá. Yes! Vége van! A trombita! Na gyerekek, akkor! Hát ez kemény volt. Ugye, a 9-ig maradunk.